Sziasztok! Ez itt a Felütés zenei podcast. Én Jacsó Miklós vagyok, mellettem György Imre barátom. Hello! És ma egy ilyen, talán egy dalos műsorral készültünk a szó legszarkasztikusabb értelmében. Ugyanis bár a mai műsorban egészen sok számról fogunk beszélni, csupa olyan előadót választottunk, akiket egydalosoknak neveznek, azaz hát ilyen One Hit Wonder-öket gyűjtöttünk ide ebbe a műsorba. Ilyen meleg nyár van, arra gondoltuk, hogy az elmúlt adások után, amikre azért egyrészt mi is sokat készültünk, persze mára is, de hogy talán titeket is megterhelt egy kicsit időnként, hogy erre reflektálunk egy ilyen kis lazább adással. Imi, mit gondolsz te a One Hit Wonder-ökről? Hát egyrészt meg a hallgatóságnak azt mondom, hogy ezt az műsorot ez annyira nem kell komolyan venni. Ugye egyrészt a teljesség igénye nélkül fogjuk ezt elkészíteni, tehát hogyha még említitek, hogy ezt kihagytuk, azt kihagytuk, stb. Nyugodtan komment, mert sőt, hogyha eleget összeírtok, akkor csinálunk még egy ilyen műsort. Tehát a teljesség igénye nélkül próbáltunk olyan slágereket választani a 90-es, illetve majd utána a 2000-es évekből, illetve az ezredfordulóról, amik nagyban meghatározták a mi gyerekkorunkat, illetve ismerőseink, barátaink, vagy az úgynevezett idézőjelben a mi generációnknak a gyerekkorát. És én úgy gondolom, hogy van pár ilyen kötelező szabálya ezeknek a One Hit Wonder-öknek, nem? Tehát oké, minden évtizednek megvannak ezek az egyslágeres előadói, tehát volt ez már a 60-as, 70-es, 80-as években is, és megvannak napjainknak is ezek a sztárjaik, akik viszonylag hamar eltűnnek, de én úgy gondolom, hogy mindig ezek a slágerek, illetve ezek az előadók, ezek valahogy ilyen nagyon szuggesztíven kell, hogy tükrözzék az adott korszellemet, az adott kornak az éppen öltözködési stílusát, amit a fiatalok éppen gondolnak, vagy hogy gondoljuk, hogy a fiatalok viselkednek, vagy amit éreznek, gondolnak a világról éppen aktuálisan, és ezt egy sztárban, egy előadóban, akiről úgy gondolja a szakma, hogy tökéletesen reprezentálja azt az éppen aktuális fiatalságot, azt így gyorsan felfuttatjuk, és hát vagy tud az illető kezdeni magával valamit, vagy nem. De igen, de egyébként szerintem nem ciki van Hit Wondernek lenni. Tehát, hogy most itt nyilvánvalóan, igen, azért is jó, hogy ezt mondtad, hogy talán azért nem várjuk most kommentben azt, hogy mondjuk a Lou Begáról miért nem beszéltünk, mert hogy egyrészt olyan számokat választottunk, kizárólag a 90-es évekből és 2000-es évek elejéről, amik mondjuk így akkor voltak slágerek, amikor egyrészt mi már éltünk, másrészt kezdtünk zenét hallgatni, vagy éppenséggel nagyon is hallgattunk zenét, és így a kedvenc, nagyon sokat játszott zenekaraink közé így beékelődtek olyan számok, amiknek aztán valahogy úgy az előadója hát nem termelt ki többet, vagy éppenséggel már nem raktak bele elég pénzt, de azt is tegyük hozzá, hogy azért a One Hit Wonder-öknek is több csoportja van. Egyrészt azok az előadók, akikről ma beszélünk, ez semmi esetre se úgy kell venni tőlünk, hogy szerintünk ők cikik lennének, vagy ilyesmi, sőt szerintem kifejezetten jó számokat választottunk mára. Illetve fontos azt megjegyezni, hogy attól, hogy valakinek egy olyan száma van, amiről esetleg őt az egész világon ismerik, vagy éppen lehet, hogy nem tudják, hogy ki az előadó, vagy ki írta azt a számot, de magát a dalt azt nagyon sok helyen slágerként kezelik. Szóval azért ezeknek az előadóknak gyakran amúgy 10-12 nagy lemeze is megjelent, de van köztük olyan is, aki ténylegesen egy albumot adott ki, azon volt egyetlen sláger, és lehet, hogy mai napig egyébként abból él, hogy annak jönnek a jogdíjai. Vannak olyan zenekarok is, akik aztán 20 év után összeállnak valamilyen célból, de vannak, akik meg eltűntek, és soha többé nem akarnak kiállni. Egy kicsit tudod, olyan ez, mint amit ugye Andy Warhol mondta, hogy a jövőben mindenkinek jár majd 15 perc hírnév, vagy 15 percre ugye mindenki híres lehet. És itt azért azt gondolom, hogy valójában ezek azért nem csak 15 perces hírnevek. Tehát, hogyha valaki van Hit Wonder, az nem olyan, mint hogy csináltál egy nagy hülyeséget, és emiatt bekerültél a híradóba, és akkor 3 napig beszélnek róla, aztán elfelejtenek. Meg egyrészt, amíg azt az egyetlen egy slágert a rádió rommá játsza 2021-ben is, akkor valahol még mindig aktuális tudsz lenni bizonyos fokig. Tehát mégse tűntél el teljesen a süllyesztőben, lehet, hogy már nem jársz annyit koncertezni, lehet, hogy az éppen
regnáló, nem tudom, szakma az téged már annyira nem fogad a köreibe, hogyha mondjuk elmész egy partira Hollywoodban, de ettől függetlenül igenis még ott vagy a pop történelemnek a nem tudom, magas iskolájában. Szóval rengetegféle verziója és árnyalata van ennek, illetve azt még kihangsúlyoznám, amit végül is te is mondtál, de azért erősítsük meg a hallgatóságban, hogy azért ezek tömegével, amikről beszélünk, ezek mégiscsak alternatív One Hit Wonder-ök. Tehát ugye nem a popnak azokat a bizonyos egyszámos előadóit emlegetjük itt nagy részt, hanem ezek azért mindenféleképpen olyan dalok és olyan előadók, amik azért igen, szorosan rezonálnak a mi kedvenc, nem tudom, rock, rap, metal, grunge és hasonló sötétebb műfajokkal, amiket kifejezetten kedvelünk. És hát akkor szerintem induljunk is meg nagyjából kronológikusan, és rögtön az elején egy olyan előadó jön, ami alapvetően egy zenekar, mégis szerintem az énekesére Linda Perryre szokása leginkább emlékezni, ami szerintem sokkal, de sokkal többet érdemelt volna, legalábbis ha Linda Perryről beszélünk, úgy a pop történetben, mint amekkora helyőt megilleti. Ez nem más, mint a Four Non Blondes és a What's Up, aminek az a cím, hogy What's Up, nem What's Going On, ahogy mindenki szokta emlegetni. Mert ugye van egy What's Going On című sláger is, amit aztán egyébként pont az ilyen 2000-es években készült belőle egy ilyen kicsit ilyen We Are The World-szerű, ilyen mindenki összeállt kategóriájú zene. Igen, tehát ez What's Up, Four Non Blondes. Na hát azért itt élből arról van szó, szerintem, hogy például ez egy kurva jó lemez. Igen. Tehát konkrétan a Four Non Blondes 92-ben kiadta az első nagy lemezét, és talán 94-ben már fel is oszlottak. Igen. De nem azért, mert ciki produkció lett volna, tehát azért a lemezen rohadt jó kis alternatív rock számok, rögtön az első szám szerintem úgy igazán berúgja az ajtót, és hát ami nagyon fontos, hogy azért a Linda Perry egy baromi jó dalszerző, énekes. Ő, mint dalszerző, és ezt lehet, hogy már kevesebben tudják, de ő viszont abszolút a szakmában úgymond révbe ért, és a mai napig ott van, tehát a csúcson, tehát ő ugye alapvetően a Songwriters Hall of Fame-be is be is van iktatva, és az évtizedek alatt olyan slágereket termelt kis rácok, amikről lehet, hogy nem is tudjátok, hogy ő írta, de konkrétan a rádió tele van ezekkel a dalokkal, tehát a Christina Aguilera-nak mit a Beautiful, de a Pink az szerintem neki köszönheti a karrierét, ez kb. Úgy megbeszélhetnénk, tehát ugye amikor a Get This Party Started. Így meg, az az egész album kb. Aha. Tehát amikor ugye Pink, aki egy ilyen hát másodvonalbeli soul, funk, R&B énekes nőnek indul, és nem is igazán sikeres az első albuma, utána összeáll a Linda Perryvel, és konkrétan egy ilyen, mint a Linda Perry, nem tudom, általa beszélne, mint egy ilyen avatar test, vagy nem tudom, de nem, tehát nagyon hasonlít is a Pink szerintem rá, meg ugyanolyan vacsaljá válik, meg mit tudom én ennek az albumnak a keretében, és hát dőlnek a slágerek, és egyébként, tehát hogy mit tudom, hogy például pont a Get the Party Started, azt el tudom képzelni Linda Perry hangjával, én legalábbis. Egyébként a Christina Aguilera-tól a Beautiful-t, azt magának írta, és az tulajdonképpen egy ilyen comeback lett volna. Tehát itt a Four Non Blondes feloszlása után, illetve az a zenekar úgy oszlott fel, hogy a Linda Perry kiszállt a zenekarból, tehát hogy ő amúgy így lehet, hogy áldását adta volna arra, hogy folytassák, de hát azért ő volt a fő karaktere ennek az egésznek. Eleve azért mennyire egy megjegyezhető figura, tehát a női Slash, nem? Elképesztően extrém és harsány ez a csaj. Rasták, bazinagy cilinder, mindenféle szakadt ruha, de közben ugye még csőleszbi a csaj, ami egyébként itt a 90-es évek elején még nem egy annyira elfogadó dolog, de hogy, ugye ez egy csaj zenekar, bassza meg. Ha Brian Molkorról említettük, hogy mennyire aktuális egyéb lehetne ma is a Placebo, hát a Four Non Blondes-ra ez hatványozottan igaz. Csaj zenekarnak indul a klipben, meg a dal megjelenésekor, már azt hiszem, hogy talán a dobos az fél. Igen, igazad van. Igen, de egyébként tényleg egy full csaj bandának indul. Így van, pontosan, és hát igen, szóval ez a csaj soha nem tagadta a szexualitását, szerintem egy abszolút ilyen ikonikus figurája lehetne egyébként ennek az LMBTQ dolognak is, például, mint ugyanúgy beszéltünk, hogy ezt a Brian Molkorról is, itt még
talán ez hangsúlyosabb. De hogy ezen fel is szerintem ez egy olyan mindenkori sláger, amit zenei ízléstől függetlenül mindenki hiel-jel jézik, nem tudom, a sláger diszkókban, meg retro diszkókban, meg nem tudom, csak tök részegen a kocsmában, amikor a csapos fölhangosítja a rádiót. Hát azért, ha emlékszel, ugye korábbi formációmmal én is rengeteget játszottam, igen, ezt akusztikusban, hát ez volt a koncert záró szám, és akkor volt egy pont, amikor abba hagytuk a gitározást, és mindenki jeljezett, kivéve egy közös barátunk, aki mindig elhagyta a termet, hogyha felcsendült ez a szám, de egyébként hát ez már, tudjátok, ez már ilyen zenei sznobizmus. Valójában ezt a dalt nem lehet nem szeretni, szerintem. Szerintem se, abszolút. De egyébként tudod, tehát valahol ez a Linda Perry is egy ilyen megosztó személyiség, pont a harsánysága miatt. Tehát én elhiszem azt, hogy valaki megőrülettől a csajtól annyira sok neki ez. Hát hogyne. Igen. És most azon gondolkodom, hogy az első női előadó egyébként az egész műsorunk történetében, akiről beszélünk, ugye? Mármint, hogy úgy konkrétan adást még nem szenteltünk. Most én is gondolkozom, de szerintem amúgy valószínűleg igen. Izgi. Jó, nem baj, tehát lesz ennek még folytatása. Vannak azért nagyon-nagyon imádott női előadóink, csak inkább egy picit legalábbis részemről a finomabb zenei stílusokból. Nálam a rock és metal előadók között úgy általában, amik ilyen fontos lemezeket csinálnak, azoknak általában vagy csak teljesen abszolút férfi tagjai vannak, vagy a nagy részük az. De majd még váltunk egy kicsit más irányba és zenébe. Hát ha már váltunk más irányba és zenébe, akkor még 92-nek azért van egy baromi nagy slágere. Ugye azért mi van itt a 90-es évek elején? Ugye 92-ben két stílus éli tulajdonképpen a csúcsát így az MTV-n. Az egyik az a grunge és alternatív rock, a másik az meg még az ilyen klasszik 80-as évek vége, 90-es évek elejé hip-hop. És a gangster rap kiemelt helyen a hip-hopon belül. De hogy ezek a jó kis old school mintázós, meg ilyen boom-bap rapekről beszélgetünk. És szintén egy olyan előadót hoztunk ide, akiről persze elmondható, hogy egyrészt egészen szép szóló karriert futott be. Egyikőjük. Másikójuk is, hogyha azt nézzük, hogy a DJ hova került, vagy ilyesmi. Ez nem más, mint a House of Pain és a Jump Around. Hát ez szerintem házi buli soundtrack top egy, vagy nem tudom, top első helyezett, szóval szerintem ez mai napig bármelyik partiban megszól, mindenki elkezd ugrálni, szóval nem csak a dal címe, hanem maga a groove úgy van megírva, ez tökéletes házi buli sláger. Meg eleve, tehát a hip-hop rap műfajnak vannak ugyanúgy slágerei, mint bármilyen műfajnak, tehát hogy nem csak előadókat, meg teljes albumokat szoktunk alapul venni, hanem igenis, hogyha így össze kellene állítani mondjuk szerintem egy ilyen top 10 hip-hop szám ever, akkor lenne rajta valószínűleg némi Dr. Dre behatású zene, lenne rajta biztosan valami klasszik, mit tudom én, első lemezről Eminem, Cypress Hill, Snoop Dogg, mit tudom én, NWA, Ice Cube, és biztos, hogy ott lenne ez a szám. Tehát enélkül nincs olyan, hogy rap top 10. Igen. Lehet, hogy 2021-ben van, de az nem ez a vonal, de hogyha tényleg old school hip-hop, akkor House of Pain. Na most, ugye arról beszéltünk, hogy ki futott be szép szóló karriert, hát ugye egyrészt az Everlast, aki hát így a rapből átfolydogált a country hip-hop. Igen, hát ilyen akusztikus songwriter, igen. De hogy én nagyon bírom az Everlastet, egyszer láttam koncerten is, itt a Dürer kertben volt, és egyedül azt nem igazán értettem, hogy még mondjuk a YouTube-on, amikor rákerestem a koncertjeire, akkor valami tök jó, talán ilyen Las Vegas-i koncert, hogy valami, nem tudom már hol játszott, de azt néztem, hogy fullos zenekarral lépett föl, és még pluszba DJ-vel, és tök jó hangzás volt, minden, és tényleg olyan volt, mint ami miatt a lemezeit szeretem, hogy ilyen hip-hopos alapok vannak a háttérben, és akkor arra nyomja ezt az akusztikus country-s, dörmögő hangos cuccot, de helyett meg így egyedül jött, ha jól emlékszem, egy szálgitárral, vagy talán volt egy társa zongorán, vagy valami ilyesmi volt, és így egy kicsit azért így másfél-két órán át hallgatva, ugye ennek az egész ilyen
szerintem ilyen egyszágitáros előadásmódnak azért vannak végletei, tehát vannak olyan karakterek, akiket órákon keresztül tudsz nézni és hallgatni, mert egyszerűen annyira izgalmas, annyira különleges dolgot csinál a hangszerén, de azért az Everlast az egy ilyen kicsit egysíkúbb így. Nekem is annyi ennyit már egy hangú, pláne egy 20 év után, amit csinál, meg pláne ehhez az olyan akusztikozós énekléshez, meg hát igazából ő ugye egy ilyen, mint egy oktáv hangterjedelemmel rendelkező előadó, tehát ehhez azért pluszban még hozzájön az, hogy ott van az a sok hip-hop alap, stb. A lemezeken, ami mondjuk, tehát hogy gondolom, hogyha csak úgy egyedül leül játszani, azért nincs ott mögötte, ami miatt valóban elhiszem, hogy egy sikúvá válik a produkció, de itt azért ez a palja, amit ezután a nem tudom, slágerlista robbantó hip-hop szám után megcsinál, azért tényleg az első rangú szó, hogy az, hogy ő a pár évvel később már 99-ben a Santanával ír ugye közös dalt, a legnagyobb, leghíresebb lemezír ugye a Supernatural-re, legalábbis ha az újkori Santanáról beszélünk, de tényleg már ugye szóba hoztuk az End of Days kapcsán, de mint a White Trash Beautiful-t a mai napig hallom a rádiókban, szóval egy nagyon szép és tisztességes karriert be tudott ezzel futni. Na milyen rádiókat hallgatta, hogy ilyen zenéket adnak? A White Trash Beautiful-t azt játsszák a magyar rádiók viccen kívül. Azt, nem mind tudom melyik, de bekapcsolod a kocsiban, akkor szól. És kérdezik, beragadt valamit CD-ben. Amint csak az az egy számon. Egyébként ugye a zenekarnak a DJ-je az a DJ Little, aki így aztán van. A Limp Bizkit nevű méltán híres nu metal zenekarban és egyik kedvencünkben, akikről nem szabad rosszat mondanunk, csapatban vált szintén még ismertebbé, mint amilyen ismert már korábban is volt. Talán ők egyébként ilyen középsulis haverok voltak, és úgy csinálták meg a House of Pain-t, hogyha jól tudom. De ennek a számnak az alapját, ezt viszont a DJ Max hozta, tehát ő a producere a számnak, és azt kell erről tudni, hogy egyrészt nem tudom, ki ismeri, van ez a Who Sampled Who nevű oldal, ami tulajdonképpen hát ilyen egyrészt zenekarok is, vagy rap előadók is szerintem feltöltögetik, hogy ők milyen hangmintákat használtak, de vannak olyan geekek, akik tényleg így keresik a hangmintákat a zenékben, és akkor feltöltik azt, hogy mondjuk az a kis sample az valójában honnan van. Ennek van jó és rossz oldala is, mert hogy például itt a Jump Around-ot azt nagyon-nagyon sokáig ilyen teljes titokzatosság övezte, fejtegették, hogy ez Prince-ből van, meg valami jazz lemezről van, innen-onnan összeszedegetve, és ezt sokáig nem árulták el, aztán persze mára már úgy mindent meg lehet találni. De az az érdekessége, hogy a DJ Max, ugye ő a Cypress Hill-nek a DJ-je és producere, és ezt a számot valójában a Cypress Hill-nek rakta össze, de a B-Real-nek nem tetszett. Na most ehhez képest az Insane in the Brain. A Black Sunday lemezen. Igen, annak tulajdonképpen ugyanez a zené. Én is, ez egy nagyon, tehát én teljesen besokkolottam, hogy House of Pain gyerekkoromban ismertem ugye a nem tudom, az MTV-ről, vagy nem tudom, ilyen zenei csatornákról, és akkor utána viszont megkaptam kazin a Black Sunday-t, tudod, és így elindítom, hogy ez mi a fasz? Nem, annyira nem tudtam érteni, meg gőzöm nem volt, hogy ezek az arcok, tudod, hogyan mixelik ezeket az albumokat, meg nem tudom, és hogy sokszor egy-egy előadoz ugyanazok az alapok vándorol. De igen, tehát van egy Cypress Hill dal, ami nagyon-nagyon hasonlatos. Na ez volt a két kedvencünk 92-ből, és akkor így átevickélünk 93-ba. Te melyikkel kezdenéd a kettő közül, amit megbeszéltünk? Súlyosabb emlékeket, vagy könnyed emlékeket? Szerintem mindkettő elég súlyos. Na én is így vagyok vele. Én azt mondom, hogy The Canals, 74-75-jával. Ja, ez kicsit kedvesebb. Igen. Ez mehet minden ballagásra, most már lassan itthon is, tudod. Hát ez az amerikaiak ilyenek voltunk, ja. Igen, ilyen irányból is meg lehet közelíteni. Szerintem egy amennyire egyszerű és primkó ötletnek tűnik, és kb. Ebből össze lehetne vágni egy ilyen középiskolás emlékvideót, annyira jól sikerül, és annyira egyébként, ha jól tudom, ez annak ellenére, hogy ugye egy észak-karolinai bandáról van szó, ez valójában egy európai One Hit Wonder, ugyanis itt lehet rohadt nagy slágerről ezekben az országokban, nem pedig a tengeren túl. És évekkel később, ugyanis ez egy 93-as szám, de azt hiszem, hogy 95 körül egyszer csak felkerült valamelyik európai ország slágerlistájára, talán Finnországba, vagy Franciaországba, már nem is tudom, ezt olvastam, és az így elkezdte generálni azt, hogy az európai zene tévék elkezdték játszani, de hogy
ezek az érdekes történetek, és főleg az ilyen One Hit Wonderek kapcsán is akár, hogy ugye vannak, akik mögött a kiadók, meg a mindenféle marketing szakemberek vért izzadnak, hogy akár egy számmal befuttassák őket, és tényleg akár örökké abból élhessenek. Néha meg tényleg csak van egy jó dal, ami valahol beüt. Sokkal később, csak hogy egy kicsit elkalandozzunk kronológiából, de hogy például talán ilyen 2010 környékén ilyesmi volt a Passenger-nek a Let Her Go című száma. Hogy az is akkor már így évekkel ezelőtt megjelent, azt hiszem, mint a legutóbbi lemezén, vagy még kettővel előtte, vagy valami ilyesmi volt a sztori, és talán egy ausztrál rádióba így megtetszett egy szerkesztőnek, és elkezdte játszani, és az így akkora hely, hogy tulajdonképpen azzal, hogy ment a rádióba, sláger lett. Itt is valami hasonló. Hát meg mondjuk például, ha a múltból beszélünk erről, vagy ezzel szinkronban akár a 2000-es évekről, és mondjuk a Mad World, ami mondjuk ugye a 80-as években szerintem egy ilyen B-kategóriás slágerlistás dal tudott, tehát hogy így elveszett a slágereknek a sűjesztőjében. Hát meg, bocsánat, ugye ennek az eredeti előadója, a Tears for Fears, az azért az egy elég nagy zenekar ezen a szintipop, meg New Wave-es dolgon belül, viszont nem ez volt a sláger. Nem, tehát Shout, meg igen. Így van, tehát van egy csomó ilyen nagyon nagy sláger, csak ez mondjuk az ilyen huszadrangú, vagy nem tudom. És akkor tényleg azon, hogy egyszerűen jött egy kultfilm, amiben ugye a Donnie Darko-ról beszélünk, amiben ugye a Gary Jules nevű előadó ugye a végén előadja, és ez egy nagyon fontos momentum a magának a filmnek is, illetve a dalszónak a mondani valója is ugye így rezonál azzal, amit ugye a vásznon látsz éppen cselekményt, és hirtelen újra elterjed, vagy 2000-szer annyira elterjed, tudod, és akkor már játsszák, nem tudom, rádióban különböző versziókban, megint diszkósítják, már nem tudom, még talán Magyarországon is volt olyan tehetségkutató, ahova az adott sztárjelölt ezt a dalt vitte, na akkor Magyarországon is bekerült a mainstreambe és a rádióknak a rotációjába, szóval nagyon érdekes. Végül is egyébként az olyan, mint a Hurt, a Nine Inch Nails és a Johnny Cash feldolgozása kapcsán. Igen. Annyi, hogy mondjuk itt erről a Gary Jules vagy Jules, nem is tudom, hogy ő milyen nemzetiségű, de hogy róla egyáltalán nem hallottunk korábban. És tényleg nagyjátett. Nem az, hogy őt nagyjátette, de a dalt nagyjátette ez a megjelenés, meg a filmbeli részvétel. Nagyon sokáig ment az Urban Legend, hogy az a Michael Stipe. Én ebben biztos voltam mindig. Én tuti biztos voltam ebben nagyon sokáig, hogy ez ő. Én is azt hittem erre, hogy ez egy R.E.M. dal, vagy ilyesmi, de nem. Tehát egy nagyon hasonló orgánummal rendelkező előadóról beszélünk. Na mindegy. Szerintem 74-75 azért egy néhány szóltak. Szerintem ez egy olyan szerzemény, aminek az 50%-át a dal adja a sikernek, és az 50%-át a videóklip. Mert ez egy kedves kis dal, de azért ahhoz nem elég, hogy egy akkora robbanást előidézzen, mint amit, vagy egy olyan élményt nyújtson neked, egy olyan komplex élmény, mint amit akkor, hogyha megtekinted videóklippel együtt. A klipben az történik, hogy a rendező fogott egy tényleg, azt hiszem egy 75-ös gimnáziumi évfolyamot, és amellett, hogy a zenekar ott a fűben gitározik, meg énekel, jól emlékszem rá, de hogy ez egy valós, tényleg létező évfolyam volt, és tényleg felkereste az osztálytársait. Igen. Tulajdonképpen ő is oda járt. Ha jól értettem, igen. Aha. És hát azt látod, hogy nézett ki valaki 74-5 környékén, gimnáziumi évei során, és hogy nézett ki 94-5, tehát igen. 20 évvel később is. És most nagyjából lassan mi is valami ilyesmi felé. Én is ezen gondolkozom, és otthon újra megnéztem ezt a videóklipet, akkor azért rájöttem, hogy már lassan ilyen 14-15 éve volt az érettségünk, tehát lassan abba a korba érkezünk, hogy akár egy ilyen videót le is lehetne forgatni. És egyébként azon rögtem, hogy annak ellenére, hogyha mondjuk úgy végignézem a Facebookon, hogy melyik
volt osztálytársam, hogy néz ki, valamivel jobban tartjuk magunkat, mint ezek az emberek itt, nem tudom, ebben a videóban. Persze ott is van erre ellenpélda, vagy nem tudom. De hát mondjuk itt én a rendezőnek a nagyságát dicsérem már csak azért is, mert hát ugye nem tudom hány szereplője van ennek a videóknak így hirtelen, de hát azért egész sokan vannak egy osztályban, és ez egy 3-4 perces videóban egyetlen egy képpel megörökíteni valakit, és kifejezni a személyiségét, még úgy, hogy még az a dolog ne egy gics legyen, hanem tényleg úgy megragadj belőle valamit, ahhoz azért szerintem kell szakértelem, meg kell művészi véna. Kárül nem jutott eszembe ez korábban, hogy utána nézzek, de tuti, hogy évről évre készülnek videóklippek ehhez a dalhoz, nem? Tehát, hogy így évfolyamok esetleg megcsinálják egész biztos. 20 éves érettségi találkozójukra újra forgatják. Egész biztos, nem? Viszont ennek van egy upgrade-elt verziója. Aha. 2015-ből. Ahol na egyrészt, és ott már mindenki 50 pluszos? Ahol egyrészt a zenekar is idősen játszik már, és ugyanazokat a személyeket fölkeresték, így van idősen is. Ez még meghatóbb. Tehát még kétszer akkora az érzelmi töltet, meg négyszer annyira sírsz, meg egymás vállára. Gondolom, valóta, még kevesebben vannak már. Az a durva, hogy egyetlen egy halottja van az egésznek, ugye az a szegény tolókocsis férfi, akit már ott ugye 94 környékén tolókocsiban látunk a családjában, és akkor itt meg már csak a családja tartja a képét. Tehát, hogy ennyi a változás, mindenki más az, ahogy látom, viszonylag él és virul. Na de szóval, hogy én azért tényleg, hogy ugye nagyon sokszor vannak benne ilyen pici lassítások, ahogy az adott szereplőknek az arcát rögzíti a kamera, és egyszerre van benne a vidámság, az a keserédesség, meg minden, amit az ember már így a 40-es évei kapujában érez. Fantasztikus, meg tudod, azok a ilyen nagyon-nagyon-nagyon érzékeny kis pillanatképek, amiket így rögzít az iskoláról. Egyrészt rá tudod az a toronyórát, ahogy megy az idő. Meg ilyen, ahogy nyílik az osztályterem, de azt imádom, ahogy lassítva veszi föl, ahogy ezekből az iskola ilyen ivókutakból csap föl a víz. Ami igazából akkor egy baromság, de hogy valójában belegondolok, hogy ha kéne valami olyan dolog, ami olyan tárgy, vagy valami olyasmi, ami úgy szimbolizálna azt, hogy mit csinálok a középiskolában, amit utána soha, gőzöm nincs, mikor ittam utána ilyen ivókútból. Iszik a faszom, érted? Veszek a boltban egy üdítőt, vagy beülök valahova inni valamit, de nekem annyira felnőttség az ilyen, nem tudom, szimbólum, hogy nem iszok ilyen kurva kis ivókutakból, meg csapból, mint régen, tudod. Szóval nekem az annyira úgy visszaidézte a gyerekkort, ahogy így lassítva mutatják ezt a csapot. Ott, ahogy felbugyog a víz. Hát nekünk talán a rajzbakjaink lennének ilyenek. Így van. A mozdulata, hogy a rajzszöget beleszúrjuk a papírba. Ha valaki nem tudja, hogy grafikus osztályban jártunk, onnan vannak ezek a remek emlékek. Imi nem szerette az iskolánkat. Nem, mai napig egy fekete folt, és én egyre jobban örülök, hogy vége, megmondom őszintén, szóval, hogy nehezebb. Örülsz, hogy öregszel. Igen, hát, hogy úgy... Minél távolabb kerülsz. Így van, szóval, hogy azért annyira nem dobogtatja meg a szívemet, hogy ilyen érzések jöjjenek belőlem elő, mint... egyes embereknek ennek a dalnak a hallatán, de azért engem is úgy a múlttal kapcsolatban azért úgy megérint. No de! Hát a következő dal, az egy igazi fekete lyuk, meg az egy, én szerintem, én nem tudom, hogy ez a világon mindenhol képviselte azt, amit idehaza nálunk, de hogy nekem ez a gyerekkoromban egy baromira emlékezetes hetente visszatérő rémálom, mert tényleg ezzel terrorizáltak minket. Figyelj, tehát ugye a rendszerváltásnál vagyunk, és a dal, amiről beszélünk, az a Runaway Train a Soul Asylum nevű előadótól, zenekartól, és hát ugye a rendszerváltás azért már ugye a gengszterek, a korakapitalizmus, maffiája, stb. Hát azért minden így feltámad az országban, jönnek a drogok, tudod, mindenféle ilyesmi, megindul az alvilág, sokkal nyíltabban, mint korábban, és azért a szüleink is be vannak szarva, és például ugye azért a gyerekeket elrabolnak, gyerekeknek drogokat adnak, mit tudom, tehát hogy mindannyian ki voltunk nevelve arra, hogy vannak ilyen gonosz, csúnya bácsik, meg nénik, akik bármikor elrabolhatnak titeket, nyomás haza az iskolában, nyomás haza az óvi
sztoriból, stb. Stb. És amikor én megláttam ezt a videóklipet utána, ugye, ami a Csellengőknek volt a zené, ami egy ugye olyan adás volt, ahol eltűnt gyerekek után nyomoztak, vagy mutatták be őket, így segítve a rendőrségnek a munkáját. Hát én teljesen sokkolódva voltam ezeken a képeken. Na, először is, mint a Mike Stipe esetében, itt meg szerintem a fél ország egyöntetően azt gondolta, hogy ez egy Nirvana szám. Pedig ez a szegény ember Nirvánája. Na igen, itt arról van szó, hogy nyilván ez a dal és az előadó sose lesz sikeres, hogyha Kurt Cobain nincs, meg ez az egész grunge széna nincs, mert hogy ugye, hát itt azért valójában tényleg arról van szó, és nem azt mondom, hogy tudod, ez a csáv az direkt így akarta, vagy direkt ilyen akart lenni, de hát itt nyilván arról van szó, hogy azért meglátták itt ebben az üzletet, hogy van egy hasonlóan kinéző csáv a bőpollókban, ilyen félig ilyen, kócos hajamű, rasta, nem is tudod eldönteni, ugye Dave Pirnerről, az énekesről beszélünk, aki sokkal populárisabb zenét csinál, hangja az már inkább Bon Jovi, mint Kurt Cobain, tudod? De nem. Nem jutott eszembe soha. Akusztikus az, a dal, de azért van benne egy kis grunge-os mocsok is, és pont olyan, ami elmegy a rádióba és slágerlistákra, stb., de azért van benne valami vadság. A témája meg annyira kemény, igazából, a videoklipnek. Meg ezek a dalok, amiken itt így megyünk végig, most persze azért lesznek ilyen viccesebb számok is, de hogy például ennek az esetében azon gondolkodtam, hogy, tehát, hogy ennyire fontos témákat érintő dalszövegek meg videóklipek születnek ma, illetve nem is az, hogy születnek, mert bármi születhet, de elér ekkora szenzációt? Mert azért itt ezt tulajdonképpen mi most egy slágerként kezeljük, pedig hát ennek egyértelműen a mondani valója az, ami fontosabb az akkord meneténél, érted? Hát a Dave Pirner az azt mondja, hogy ez alapvetően a depresszióról szóló dal. És hát ugye, aki ezt a videoklipet rendezni, ez a bizonyos Tony Kaye, aki később megcsinálja az Amerikai História X-et. Szóval a magának a videoklipnek a kvalitása az igen erősen köthető a rendezőnek a személyéhez. Akinek hát gondolom jött ez a zseniális ötlete, hogy hát akkor egyrészt a kellemest a hasznossal rakjuk össze, mert nem csak a videóklip sokkoló és megható, és nem tudom milyen jelzőket tudnék még rá találni, hanem amúgy baromira hasznos is tényleg társadalmi szempontból. Hát borzongató. Most, hogyha valaki esetleg nem tudja, miről beszélünk, tehát itt abban a korszakban vagyunk, amikor ugye, mint ahogy filmekben látjátok, hogy a teljes dobozon igen. Látjuk mondjuk az eltűnt gyereknek az arcát és egy telefonszámot, hogyha bárki látta, bárki tud valamit, akkor jelentkezzen. És itt a 90-es évek közepén, ezt ténylegesen mi annyit láttuk az M1-en, a bizonyos Csellengők című műsornak tulajdonképpen ez lett az intrója, vagy az outrója is, igen. Főcímdala, és magát ezt a klippet mindig leadták, és tényleg így bevésődött teljesen az agyamba, és most is feláll a szőr a kezemen, hátamon, mindenemen, hogy mennyire hát borzongató, vagy mennyire ilyen igaz ez az egész. Tehát, hogy itt nem egy ilyen megjátszott klippet látsz, nem feltétlenül fontos szerintem benne az előadó, hanem tényleg olyan, mint egy ilyen borzasztó híradós tudósítás, mert a borzasztót abban az értelemben értem, amit borzasztó látni, hogy ilyen van, és igen, olyan dolgokkal szembesülsz, ami nem csak hogy van, hanem mindennapos a világban, hogy akár egy utcáról eltolnak egy babakocsiban egy csecsemőt, amíg az anyuka éppen csak egy dolgot meg akart venni a boltban, az, hogy most ugye te ajánlottad nekem múltkor a Mayor of Easttown, Easttowni rejtélyek című sorozatot, az is egy ilyen sztori, ugye, hogy lányokat rabolnak el, de itthon is hallunk folyamatosan, tehát a mit tudom, melyik valóvilágos VV Fanni kapcsán is ugye folyamatosan ott van a híradóban, hogy vagy ilyen cikkekben, még hozzám is eljut, pedig abszolút nem ennek vagyok a fogyasztója, de eljut hozzám az, hogy igazából évek óta nem tudják, hogy mi történt vele, hogy hol van, hogy meghalt, hogy él, hogy egyáltalán. Szóval
Azért ezek kemény témák. Persze, és azt egyébként még tegyük hozzá, hogy alapvetően a videoklipnek rengetegféle verziója van, pont azért, mert hogy minden országban, vagy hát nagyon sok országban ugye regionálisan rávágták azoknak a személyeknek az arcát, akik eltűntek az adott országban, ez Magyarországon is így történt. A Tony K. az alapvetően azt nyilatkozta egyszer egy interjúban, hogy valami 26 bűncselekmény, vagy eltűnt személy került meg ennek hatására. Na most én úgy tudom, hogy alapvetően most már nyilván eltelt sokkal több idő, ez a szám nyilvánvalóan ugrott, de azért ez nem annyira vidám sztori, mint amennyire ez elsőre hangzik. Egyrészt még pont a gitáros nyilatkozta, hogy volt olyan, hogy mondjuk turnén voltak, és egy csaj egyszer csak odajött azzal a felhanggal, hogy tönkretettétek az életemet, mert hogy a csaj sajnos előkerült a videónak a hatására, mert hogy fölismerte valaki, és visszakerült egy sokkal agresszívabb és abuzívabb családi környezetben, mint ahonnan ő elmenekült, és a barátjával szökött meg. Tehát volt ilyen sztori is. Aztán oda ment egyszer hozzá egy tűzoltó, akinek a gyermeke, a lánya, azt hiszem, szintúgy benne volt ebben a videoklipben, és ott meg az volt a háttér sztori, hogy alapvetően a Pali az válásban volt a feleségétől, és eltűnt a közös lányuk. Aztán pár évek később konkrétan a feleségének a hátsó udvarából került elő a kislány hullája. Nem egy sorozat gyilkosnak az áldozatai kerültek így, vagy később kiderült, hogy sorozatgyilkosok ölték meg ezeket a személyeket, viszont vannak pozitívak, és erről is láttam egyébként egy ilyen cikket egyébként a gyerekek már lefotózva felnőttként, hogy azok a személyek, akik előkerültek, és tényleg ez a videó az elősegítette az ő megkerülésüket. Úgyhogy amennyire a maga a videoklip komplikált, hát ugyanannyira az utó története is. Érdekes. És hány olyan lehet így köztük, aki tudod így azóta is sokan így felismerik, hogy megvan, megtaláltalak, és akkor jó, már megvagyok 15 éve, köszönöm. De hát igen, az is igaz, hogy azért nincs a világon még egy olyan dal, aminek mondjuk köszönhetünk ilyet. Az úr, egyébként újra forgatták ezt, meg újra hangszerelték a dalt is pár éves, akkor eljátszották vele ugyanezt, de hát, hogyha segített embereken, akkor nagyon örülök neki, de nyilván maga a dal az eredeti jobb volt, meg az ötlet is sokkal, meg a videóklip is, de tény, hogy ez egy ilyen nagyon ritka pillanata a pop történetnek. Meg hát azért ez egy korszak, tehát tudod, azért ma már internet van, már teljesen más felületeken keresnek embereket, és próbálják őket megtalálni, nyilvánvalóan nagyon sokat fejlődött ennek az egésznek a háttere. Hát itt nem volt más, mint a köztévé, meg a teljes doboztény. Tehát ez az a korszak. Szóval ez miatt hát tényleg érdekes korlenyomat. Na mindegy, menjünk egy kicsit az isteni szférákba. Mi neked az emléked erről a dalról? Joan Osborne, aki nem related to Ozzy Osborne. én biztos voltam benne, amikor először megtudtam. Nem is úgy van írva. Az a Kelly Osborne. Így van. Akinek egyébként a Linda Perry írt egy dalt, vagy talán többet is. Ezt nem is tudtam. Lemezére, amikor megpróbáltak belőle énekesnőt csinálni, csak tudod, a Kelly Osborne-nal az volt a baj, hogy ő már előbb volt drogos és rockstar, mint hogy effektíve, ami produktummal előálljon. Én csak a Papa Don't Preach nevű pankosított Madonna dalra emlékszem tőled, akkor ezek szerint volt több próbálkozás is. Hát tudod, amikor ment az Osborne sorozat, akkor azért úgy mindenki megpróbálta meglovagolni ezt a dolgot, és akkor készült egy egész lemez hozzá. Na, tegyük félre a Kelly Osborne-t, róla soha többé nem lesz szó ebben a műsorban, de a Joan Osborne-ról sem, ugyanis hát egy igazi One Hit Wonder számról beszélünk, ugye a One of Us című szám. És itt egy hasonló kérdés merül fel bennem körülbelül, mint az előző szám kapcsán, hogy ilyen dalok vannak? Tehát, hogy ez nem már egy olyan dalszöveg, meg olyan kérdés, ami mondjuk lehet, hogy 95-ben slágerré tudott válni, ma meg már rögtön fellázad elő emiatt egy réteg, mert hogy lehet Istenről beszélni egy dalban eleve, hogy lehet megkérdőjelezni, hogy ki ő, mi van, hogyha egy közülünk.
Hát ugye pont én múltkor a POD rész kapcsán elkésztem a keresztény dalokat, mennyire nem szeretem őket. Na, így szeretem. Tehát ez annyira végletekig aranyos, meg egyedi megeretnek dalköltemény. Hát aki esetleg annyira nem ismeri Beatóan, itt igazából Isten megvan személyisére, vagy azzal játszik el a költő, hogy mi lenne akkor, hogyha Istent megszemélyesítenénk, és megjelenne itt köztünk, ki lenne ő, hogy ne, mit csinál, tehát igen, mi a francot csinálsz Istennel, hogyha egyszer csak úgy a szemébe kell nézni. Meg az, hogy átfordítható nekem ez az egész akár a celebritásokra, vagy a rockstárokra, hogy az, akit nagyon tisztelünk, csodálunk, és akár ilyen istenként kezelünk, az valójában mi van, ha csak egy közülünk, és mi van, ha egyébként magányos, mi van, ha neki is vannak problémái, ha ő is fáradtan esik haza, ha gyógyszert szed, ha buszon utazik, ugye ilyen kérdéseket vet föl a dalszöveg, hogy azért az Istent azt nem feltétlenül kell minden esetben szerintem a keresztény kultúra szemszögéből Istennek kezelt karakternek tartanunk, hanem ez a szó sok mindent jelenthet. Meg istenként bálványozunk nagyon sokakat, de mindegy, vegyük úgy, hogy tényleg Istenről szól. De akkor is az, hogy ugye ha azt nézzük, hogy mennyien fohászkodnak egy nap Istenhez, hát mennyi dolga van szegénynek. Persze, tehát hogy nyilvánvalóan Isten egy elvont fogalom, még akkor is, hogyha személyként gondolunk rá, de az, hogy tényleg egy ilyen materiális lényként elképzelni, az már önmagában egy olyan ellentmondás, meg valójában önmagában egy annyira gyerekes elgondolás, de pont ettől a pici egy naivitástól van egy bája ennek a dalszövegnek is valahol. Nem? Tehát amennyire ellentmondásos, igen. Pont ettől lesz szórakoztató. Meg persze, mit tudom, ma már tényleg beleír, valahogy annyira hülye hangzik, nem, hogy Isten nagy, Isten nem tudom még mi van a dalszövegben, azt így magyarra fordítod, mert mostanában tényleg az ilyen, nem tudom, szektás, meg már nem, hogy mondják ezt finoman, tehát ilyen hídgyűl is popdalok hangzanak így. Aha. Meg azoknak vannak ilyen hasonló dalszövegei. Igen. Persze, ha úgy is mondhatnánk, hogy tudod, Amerikában ez azért egy kicsit más, mert ott hagyománya van annak, hogy ilyen dalokat írsz. Tehát egyrészt alapvetően tudod, a gospelek, meg a feketék kultúrája, ahogy hozzáálltak ehhez mondjuk délen a kereszténységhez, és az, ahogy keveredett a saját kulturális örökségükkel, meg amit hoztak magukkal, és persze nem csak ők, hanem még nagyon sokan a világ nagyon sok részéről, ahogy értelmezték a kereszténységet, és oda mentek lakni Amerikában. Az rendkívül egy ilyen kevert és kreol vallás értelmezést eredményez. Igen, meg sokszor azt látjuk, mi innen, legalábbis csak filmekben szerintem, de nekem nagyon nagy álmom egyszer eljutni egy ilyen misére, hogy az egy buli. Hát először is figyelj, ezekben a templomokban néha olyan zenekarok játszanak, tehát szoktam nézni ilyen gospel videókat, amikor olyan funkot meg szólt nyom maga a zenekar, tehát olyan dobos, meg basszusgitáros van benne, meg nyomja a Hammond orgonát a csávó, hogy beszarsz, tehát hogy így, meg hát milyeneket énekelnek. Meg eleve az, hogy ennek az Isten tiszteletnek egy ilyen buli jellege van sokszor. Én eleve azt gondolom, én hiszek abban, hogyha így a dolgokat így kiénekled, kiüvöltöd, azzal valahogy sokkal jobban megtisztulsz. Bocsánat, mint... Hát ez mi abszolút, tehát ez a törzsi kultúrával és törzsi vallásokkal keveredik a, nem tudom, keresztény liturgia, stb. Ezekben az eseményekben, meg cselekedetekben. De várjál, hát a dalnak van még egy érdekessége, igen, hogyha már itt tovább akarsz lapozni rajta. Nem akarok, mondja csak. Ja, hogy van két feldolgozása is, ami szerintem tök fontos. Tök érdekes szerintem, hogy a Prince-nek van egy ilyen Emancipation nevű három lemezes karrierje során tulajdonképpen az egyetlen ilyen produktuma, amin feldolgozások hallhatók. Ugye ez a Prince is, ő, ha jól emlékszem, akkor Jehova tanúja volt. Uh-huh. Nem tudom, hogy itt amikor készítette ezt a felvételt, akkor már belépette ő ebbe, de vallásos volt, illetve volt neki egy időszak, amikor egyszer csak előtte azért eléggé ilyen szexista dologból azért kicsit
elrugaszkodva elindult a megtérés felé. Minden esetre van egy feldolgozás, illetve a másik az azért kifejezetten egy ilyen magyar vonatkozású, hogy ugye a Jamie Winchester, Rutka Robert páros és zenekara játszott ezt sokat koncerten, és szóval én ismertem az eredetit, de amúgy nekem ez attól lett a szívemnek egy nagyon kedves dal, hogy, hogy amikor így jártunk, amit egy zöld pardomba az ő koncertjükre, meg amikor volt a Wooden Strings nevű koncertlemez. Elbaszott jó olyan akusztikus koncertjük és koncertlemezük, ahol, igen, ahol teljes vonós karral és minden háttérvokálosokkal léptek föl, akkor játszották ezt a számot. Így van, az egy fantasztikus magyar album egyébként, azt hallgassátok meg, hogyha nem ismeritek. Van rajta egyébként, ha jól emlékszem, egy Coldplay szám is, meg a U2-nak a, tudod, a Batman zenéje. A Hold me, Thrill me, Kill me, Kiss me. Igen, azt is nagyon jól játsszák, meg annak pláne jól állnak meg ugye a plusz vonósok is, szóval ezt nagyon érdemes meghallgatni. Na de most mit akartál? Hát most, hogy így mondod, nem tudom. De azt egyébként nekem a videóklip is nagyon beleégett a lelkem. Szerintem a Joan Osborne-nak ez a közelie. Annyira ritka van már az olyan videóklip, nem? Ahol egyszerűen csak így eléd van téve egy kamera, az előadó arca elé, és nem tudom hány percen keresztül csak azt látjuk, és ami érdekeset csinál az arcával. És szerintem ennek a kornak van néhány ilyen videóklipje. Az egyik ilyen, oké, itt van egy csomó más plusz töltet is a videóban, de hogy az az orrpiercing, az a szőke göndör haj, és ahogy ő mosolyog, tényleg elhiszem, hogy Isten great, tudod? De egyébként például másik ilyen videóklip, az pont emlegetted itt, ugye? Ja, de arról letiltottál. Mert hogy én a Sinéad O'Connornek ugye a Nothing Compares to You, igen, jó is, hogy felhoztad, tényleg hasonló, ott is csak egy arcot látunk, és egy nagyon izgalmas arcot látunk eleve, és nagyon kifejező. És most poén, hogy pont most húztad be ide, teljesen más dolog kapcsán, de hogy ugye az meg egy Prince dal. Igen. Tehát, hogy... duplán visszacsatoltam a te mondani valódra. Meg egyébként az... Na, itt van az, hogy ezt az egész One Hit Wonder-séget, ezt ki hogyan érti, érzékeli, mert például nekem a Sinéad O'Connor abszolút egy One Hit Wonder. Uh-huh. Attól függetlenül egy nagyon-nagyon izgalmas jelenségnek tartom, illetve nagyon sajnálom is őt, bevallom, mert amit így az elmúlt években olvastam róla, vele mindenféle megnyilvánulásait, azok azért hát nem azt mutatják, hogy egy révbe ért boldog. Nem, hát ő soha nem is lesz az. Látnánk. Soha nem is lesz az. Nem. Nem, én őt nem, ezt ugye, csak hogy ti is értsétek, itt egy picit társalogtunk a felvételek előtt, hogy Sinéad. Most ő Sinéad vagy Sinéad? Nem tudom. Sinéad O'Connort hogyan értelmezzük One Hit Wondernek, vagy nem. Én mondjuk abszolút nem, én nagyon-nagyon szeretem az ő munkásságot, és rengeteg dala jelent nekem sokat, meg azért nem egy kúszott fel azért a slágerlistákra is. És hát tényleg egy extrém személy, aki ugye hát azért, hát nem tudom, egy pár évig azért a bulikból is kiveszi a részét, meg azért ezek a hirtelen feltűnt sztárok itt azért nem tudom, nyomják Hollywoodot rendesen. Ha jól emlékszem, hogy még összekavart az Anthony Kiddis-szel is, az Anthony Kiddis íról az életrajzi könyvében, de ha jól értettem, azért ennek egy mai napig egy ilyen fájó pont, de azt hiszem, ő így pattintotta az Anthony-t. Meg egyébként az is nagyon vicces, hogy a Dave Pirner, akiről beszéltünk a Runaway Train kapcsán, ugye az énekes, hát ő meg a Winona Ridernek a párja 3 évig a Johnny Depp után. Nem a Johnny Deppel együtt. Az is lehet, nem tudom. De minden esetre, tudod, most néztem róla a fotók, és egy ilyen öreg, kedves bácsi lett, tudod, rövid hajjal, mit tudom. És így annyira ilyen hihetetlen, hogy valaha sztár volt, meg hogy érted, hogy Winona Ryderrel járt együtt. Tehát egészen elképesztő történet. Hát belterjes hely ez a Hollywood. Beverly Hills, vagy nem tudom mi. Igen. Na, hát szerintem pláne zenei műfajban itt véget ér a klasszikus 90-es évek, és úgy egyre jobban száguldunk bele az ezredfordulóba, mert itt vagyunk a közepén, és egy olyan előadó következik, aki hát azért már valahogy reprezentálja, vagy elővetíti ezt az ilyen ezredfordulós modern rock, new metal, meg ezer millióféle ilyen zenei alműfajt.
ez a Babylon Zoo, illetve az énekes a Yasman, tehát nagy rész szerintem ő a zenekarnak az agya, és igazából róla szól ez az egész történet, és a Spaceman című dal. Hát ez valójában ők egy ilyen, tényleg egy ilyen egylemezes zenekar, és ez az egy igazán nagy slágerük volt erről, és hát mondtad, hogy neked semmilyen hatás nem. Nem is a hatás, hanem hogy én hallgatom, nekem ez nem ugrik be sehonnan. Aha. Nekem ez valahol kimaradt. Egyébként furcsa, hogy azt mondod, hogy neked ez előrevetíti a 2000-es éveket. Van ebben is valami, de én viszont pont azt éreztem, hogy egy kicsit ez olyan, mint a nagyon korai Depeche Mode-nak egy ilyen modernizált változata akarna lenni. Én már pont azt mondom, hogy szerintem, pláne ha az egész lemezt meghallgatod amúgy, aha, akkor nagyon-nagyon erősen hajasz például a Marilyn Manson-nak a Mechanical Animals-ára, ami csak később jött ki, mint ez. És nagyon-nagyon modernnek hangzik, vagy nem is tudom. Tehát, hogy... Sok a szinti, de tényleg, tehát az egésznek a számja, a csávó is egyébként kicsit hasonlít erre, az ilyen Androgyn, igen, nekem is ez jutott. Abban, hogy elég fura figura, ugye, tehát azt hiszem, hogy pakisztáni szülővel, meg indián szülővel, tehát alapvetően egy ilyen nagyon érdekes bőrszíne, arcszerkezete van, és ha megnézel vele interjúkat, tehát egy ilyen abszolút földtől elrukaszkodott figura, és nem akarok hülyeséget mondani, de lehet, hogy ezt a Michael Beinhorn producerelte ezt a lemezt. Aki? Aki ugye utána a Mechanical Animals-t is a Marilyn Manson-tól, szóval lehet, hogy ilyen szempontból vannak összefüggések és átfedések, de a lényeg az, hogy ez a dal is már kész volt, valahogy megpróbálták fölfuttatni, és igazából úgy lett sláger, hogy egy Farmer reklámnak a zenéje lett, és érdemes egyébként rá keresni, egy Levi's reklám volt így 95-nek a végén, amiben alapvetően UFO-k vannak, meg űrhajók, meg mit tudom én, és akkor így nem tudom, az űrből leszáll egy űrhajó, amin így kijön egy ilyen csaj Levi's Farmerben, és szól a Spaceman, de azt meg ezt a hülyeséget tudott, elképesztő. Meg az egyébként, hogy ez egy ilyen, ma már kiírna slágert az űrlényekről. Tudod? Hogy mekkora kultusza volt ennek az UFO dolognak, tudod, X-aktástól, meg mindenestől itt a 90-es éveknek az elején, nem? Tehát biztos vagyok, hogy azzal kapcsolatban összefüggés mutatható ki. Biztos van ebben valami. Gondolkodom, hogy mondjuk ki írna mostanában UFO-król számot. Van egy-két ötlet. Hát a Blink van egy utána. Tom DeLonge. Igen. Nem a Tom, hanem pont a, nem a Mark. Nem, a Mark Opus van benne, mindig keverem a kettőt, bocsánat. Szidalmazzat a kommentben, léci. Jó, szerintem ezzel lezárhatjuk a Spaceman-t. Én nagyon kíváncsi, hogy ismeritek-e, léci, írjátok meg kommentben, vagy az, hogy emlékeztek, hogy hol találkoztatok vele először. Nekem ez egy teljesen alapnak tűnik ki, meg azt mondja, hogy nem. Hát nekem kimaradt valahogy. Lehet, hogy nem néztem Levi's reklámokat. Nem tudom. 98. Na. Mire emlékszel 98-ból? Személyes emlékek? Persze. Személyes emlékekből nem sok mindenre, ha jól emlékszem, az ember akkor lesz ötödikes, vagy hatodikos, nem ötödikes, vagyis hogy én akkor lettem ötödik, az ember akkor lesz ötödikes. Az ember 98-ban ötödikes lesz. Szóval, hogy valószínűleg ott valahol így a tinédzserkor előtt egy-két évvel az ember ott már megérzi a szelét annak, hogy nem tudom, jó lesz fiatal felnőttnek lenni, meg már úgy ki akar próbálni dolgokat. De én akkor még a sláger listákat nem igazán figyeltem. Szóval a következő dalról nekem csak utólagos emlékeim vannak, a VH1-on keresztül. Aha. Ez nem más, mint a You Get What You Give című szám a New Radicals-től. Mit kell ezekről tudni? Érdekes sztori egyébként. Uh-huh. Itt egy konkrétan tényleg egy egylemezes zenekarról beszélünk, mint mondjuk azért ma már többek kapcsán is ez elmondható volt. Erről a bandáról azt lehet tudni, hogy van ez a Greg Alexander nevű, igazából ilyen producer, gitáros, énekes fazon, aki így, tehát van stúdiója, meg egyébként egy csomó lemezen dolgozott, nem mondható el az, hogy azért olyan eszméletlen fontos albumokra tette volna rá mondjuk a kezenyomát, mint a Linda Perry, vagy ilyesmi, de hogy ő ettől függetlenül zenéből él, és azzal foglalkozik, de hogy
amikor megcsinált ezt a New Radicals-t, ez egy ilyen hobbi projekt volt, igazából az volt a terve vele, hogy megmutassa, hogy egyébként, ha ő akarna, akkor írhatna slágereket, és hát ez bejött, mert írt egy kurva nagy slágert, ami egy úgy azt gondolom, hogy a mi műsorunkhoz annyira nem kötődik, egy ilyen alternatív, könnyedebb pop-rock slágerről beszélünk, de talán a sztori azért az mégis érdekes. Hát amiben kötődik ide azért, hogy ennek azért van egy erős mondani valója, amit mi szeretünk, hogyha van. És talán emiatt lett ez egyrészről felkapva, illetve hát emiatt került be azért hírekbe is, mert hogy ez most egy... Tehát ez a kapitalista Amerikának egyfajta kigúnyolása, de nem is annyira gúny, hanem ez inkább egy olyan... Annak a faszinak a kinyilatkozása, aki tényleg már unja ezt az egészet. Igen. És vicces, hogy például megemlíti benne a Marilyn Manson-t is. Igen, ott a refrénben volt talán. Meg a Courtney Love-ot, hogy ők mennyire műviek. Aha. Ugye azt mondja, hogy fake. Igen. És a Manson-t megkérdezték, hogy mit szól ehhez az egészhez, meg nem bántja-e, hogy fake-nek nevezzik ugye itt a New Radicals a dalában, és azt mondta, hogy nem azt leszarom, viszont annak nem örülök, hogy a Courtney Love-val egy sorban említik a nevemet, úgyhogy ha valaha találkozom ezzel a csávóval, akkor széttöröm a fejét. Nagyon jó. Egy-két évvel ezelőtt, igen, ugye mikor volt a legutóbbi amerikai elnökválasztás? 20-ban? Tavaly, igen. 20-ban. Akkor meg így 98 vagy 99 után először állt össze ez a zenekar, hogy eljátsza ezt a dalt. Ugyanis itt az volt a történet, és emiatt lett újra sláger, kvázi, tehát így megint elővették, megint keresett egy kis pénzt a csávó, hogy ez volt a talán a kampányban használták a Bidenék ezt a dalt. És ugye ez egy olyan dolog, hogy hát most már jó ideje azt halljuk, hogy amikor a Trump felhasznál bármilyen dalt, akkor azonnal mindenki letiltja, és rögtön azt mondja, hogy nem akarok részt venni ebbe, legyen az Rolling Stones, vagy Bruce Springsteen, vagy akármi. Hát mert nem kidrokkot használ, érted? Hát, persze, hogy nem. Érted? Ha rossz helyre nyúlsz, megégeted magad. Na de itt meg annak az esete van, hogy ők kifejezetten ők azt mondták, hogyha nyer a Biden, akkor a beiktatáson eljátsszuk ezt a dalt. Nem csak arról van szó, hogy a mondani valója miatt, hanem a Bidennek a fiának ez volt a kedvenc száma, és ő egyébként ilyen veterán volt, vagy szóval, hogy ő, ha jól tudom, akkor ő már elhunyt, de hogy Amerikát szolgálta, mint katona, és akkor azt mondta ez a Greg Alexander, hogy először is kurvára utálja azt, amit a Trump képvisel, és hogy kifejezetten a Biden fiának az emlékére, hogyha nyer, akkor összeáll ez a zenekar újra, és eljátsszák. Ugye a sors fintora az, hogy ez az egész ez nagyjából csak online valósult meg. Sajnos igen, igen. Bár nekem ezzel hiába bármennyire egy ilyen emlékdal így, vagy nem tudom, kicsit elveszítette volna a dal az ártatlanságát, tehát tényleg egy ilyen politikai kampánynak így, nem tudom, politikai kampányal összeköthető. És ez most így félig meddig valósult csak meg. Meg alapvetően ez a választás, ez szerintem amúgy is tényleg pont azért, mert egy ilyen nagyon kritikus időben, amikor a világ mindenre figyel, csak az amerikai elnökválasztásra nem történt meg. Mert azért valljuk be, hogy az mindig egy ilyen nagy show esemény, tudod. És 2020-ban aztán a világnak minden baja volt, csak még az nem, hogy akkor most még ki fog nyerni. Amikor nyilvánvalóan fontos dolog, és az egész világnak érdeke, vagy valamilyen szinten érinti az embert, hogy ki az Amerikai Egyesült Államok elnöke, de a szokottnál sokkal kevésbé hárult most rá figyelem. Na, hát... Csordogálunk át 2000-ben. Igen, hát igazából itt megtörtént egy műfaj, amit úgy hívnak, hogy new metal, és ez a dal a hőskorát ezzel meg is öli. Szoktuk, igen, tehát ez a new metal crazy town-ja. A crazy town.
99-ben jelenik meg a Gift of Game című lemeze a zenekarnak. Hát mit is kell róluk tudni azon kívül, hogy baromi sokan vannak, ahhoz képest a zenei alapjukat nyúlják mindkét slágerükhöz. És hát az van, hogy nem tudom, hogy valójában, szerintem azért a mi hallgatóink között igenis sokan vannak, akik ismerik a Crazy Town-nak ezt a lemezét. Így van. Erről azért azt kell tudni, hogy van rajta tényleg két sláger. Igen. És azon kívül az összes többi, az meg a nu metalnak egy ilyen lebutított verziója. De hihetően eljátszott formulája. Szerintem igazából az egy jó lemez, egy ilyen party lemez, valami ilyesminek nevezném. Buli számok vannak rajta, de azért nagyon érződik rajta, hogy ez már nem csak időben fut ki, mert azért tegyük hozzá, hogy itt még nem tartunk ott, hogy mondjuk a Linkin Park befusson, és még mindig nu metal címszó alatt óriási nagy világhír zenekarrá, és sok slágert megélt zenekarrá váljon. Tehát itt még a potenciál még benne lett volna. Itt még nem jön ki a Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water a Limp Bizkittől. Tehát azért az egész korszaknak a csúcsában vagyunk, de ebből mégiscsak érződik, hogy ez már egy olyan futottak még kategória. Nagyon. Hát figyelj, ez olyan dolog, hogy ugye bocsánat, a Butterfly dalról beszélünk. Egy évvel vagyunk a Fall of the Leader albuma után, és abban az évben vagyunk, amikor a Significant Other megjelenik a Limp Bizkittől. És én pont a Rolling Stone-ban olvastam, azt hiszem, egy nagyon hosszú elemző cikket 98-ról, meg erről a korszakról, és ott azt mondja igazából a cikknek a szerző, aki látszik, hogy behatóan ismeri a kort egyébként, hogy hát ugye 98, az így is lehetne fordítani, hogy a Backstreet Boysról szólt, és a Kornról. És ma ez kurva viccesen hangzik, hogy ezt a két zenekart itt tudod egymás mellé teszed, vagy két előadót, mert nyilván semmi közük nincs egymáshoz, de abban az évben volt. Tehát hogy az volt, hogy a slágeristát vagy ez uralta, vagy az. Meg volt ez a Total Request show, tudod, amiben így amit a God the Life, meg a nem tudom, a Freakonal is, az így az égbe szökött a kér, és annyira, hogy a God the Life volt az első olyan dal, amit muszáj volt eltüntetni, tehát hogy nem lehetett már kérni. Mert hogy annyian kérték, meg már nem játszhatták mindig ezt. És ezeknek a showknak a sztárja a Backstreet Boys volt, meg a Korn, és arra hívja fel a figyelmet az újságíró, hogy valójában a Korn az valójában olyan volt, mint a Backstreet Boys, csak metában, hogy öt karakter, tudod, akik mind kurvára megjegyezhetők. Uh-huh. Tehát tudod, mindegyiknek volt egy ilyen attribútum, ami mondjuk a hajára így tudod, leírható, az egyik az rasta volt, a másiknak ilyen afrofonása volt, akkor volt benne egy rapper gyerek, volt hátul egy kigyúrt, kiszőkített hajú csávó széttetoválva, aki dobolt, és így is le lehet írni a Kornnak így a korabeli megjelenés. Aha, igen. És szerintem itt igazából arról van szó, hogy ez a Crazy Town-mal egy csúcsra járhat. Ott manifestálódik a fiú bandák és a nu metal zenekarok vegyítése. Igen. Tulajdonképpen. Igen. 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 Tehát, tudod, ilyen nagyon extrém figura, és tényleg mondod, hogy ott van egy csomó zenész, és így valójában így azon kívül nem tudsz róluk semmit mondani, de a mai napig itt van a fejem, hogy hogy néz ki a gitáros, meg mit. Ez a nagyon vékony gyerek, ugye? Igen, aki... Igen. Igen, igen. Ha jól emlékszem, volt két gitáros, volt egy DJ. Igen. Az volt talán egy fekete, nagyon nagy darab csávó. Azt nem tudom. A dobos az fekete volt. Oké, akkor volt DJ. De nem tudom, hogy külön volt-e billentyűs, és ugye két frontember volt, bár itt arról volt szó, hogy volt ugye a Shifty Shell Shock, és a... Hú, hát ezt meg nem mondom, hogy jól hívták ezt a palit. Hát nem baj. Egyébként az, aki a zenét csinálta. Aha. Shiftyről meg tudod, hogy ki volt a faterja? Aki csinálta a Rolling Stones logót. Igen, ugye? Igen. Ugye? Azt igen, a igen, ilyen nyelvet, ami ugye igen, ki van igen, öltve. Igen, de ennyit tudok róla a paniról. Tehát. Na jó, hát tudod, az Anthony Kiedis apja az dílere volt az ilyen ős rockstároknak. Valószínűleg ő is már így egészen fiatalon azért így ott volt a tűznél. Érthető, hogy kerültek az iparba bele. Hát mondhatni. Igen. Egy hatalmas slágerük van, ugye ez a Butterfly. Igen. Pont valamelyik nap hallottam a rádióban, hogy jött velem valahogy szembe, és
És egyébként azt állapítottam meg így, hogy ez mekkora egy nyászszar, így utólag is, de azért mégiscsak ejtsünk róla szót. Mert hogy? Tehát, hogy azért a dalnál itt csak a klipje nevetségesebb, amiben kigyúrt, kivart csávó mindenféle piercingekkel szőkített haja. Tehát tényleg, ahogy mondod, egy nagyon fontos karakter akar ő lenni, tudod, akit nagyon messziről is felismered, hogy fú, ez biztos a vörös szőnyegre is majd így fog félmeztelenül jönni, csak aztán valószínűleg sose hívták meg valójában. Hozzánk meg már csak a Dürerkertbe jutott el, de úgy, hogy nem volt zenekar, hanem ha jól emlékszem, akkor valami helyi arcokat, ilyen session zenészeket fogadtak fel minden városba. Fú, de kurva kellemetlen. Ez mennyire kellemetlen. Na mindegy. De mégis azért ez a szám, ez világsláger lett, de valami kicsit hasonló dolog történt azért itt, ugyebár, mint a, emlékszel a The Verve zenekar, ugye a Bittersweet Symphony kapcsán, hogy hát azért ez egy kis hangmintácskára épül. Nem kicsit. Ez ugye egy Red Hot Chili dal. De nem is dal, nem? Szóval nem arról egy... van szó, hogy a Californication riffje oda van téve, hanem ez a Mother's Milk-en egy ilyen kis gitározós... Pretty Little Diddy, ez a dal címe, és ebben tényleg a Frusciante meg a Flea, ez akkor volt, ugye, amikor a Frusciante beszállt, így összejammelnek egy ilyen két perces, nem tudom, jammet, és akkor a végén van egy ilyen trombita szó, ami nagyon jó, nagyon, nagyon atmoszférikus, tök jó kis dalocska, de azt, hogy ezt azért valaki megtalálja, hogy belúpol belőle 3 másodpercet, és utána így kiadja, és csinál belőle egy gigaslágert, elég ellentmondásos, rá, hogy egyébként tényleg ez a bajom vele, hogy nem is lenne ezzel semmi baj, hát mi... Tök sok jó dal van, hogy loopolva van, például ugye itt volt Jump Around is a műsor elején, de ez az okádék szöveg rá, ami tudod, így azért nem működik a videóklip, ahogy mondtad, hogy így, érted, a Backstreet Boys, ahogy így belemondta a kamerába az összes, hogy mennyire szeret téged, és hogy mennyire szerelmes beléd, már most értsük úgy, hogy én lány vagyok, tudod, de hogy értedük, azért velük volt egy ilyen feminim vonás, meg ilyen rendes fiúknak tűntek. De tudod, ezek meg ilyen metál arcok, meg tényleg ilyen kigyúrt, romágyúrt csáv, és azt, hogy magyarázza így a kamera, hogy mennyire szerették. Sugar baby! Abban ilyen szerintem, hogy szerelmes vagyok. Csak érted, a belga az viccből csinált ezt, bazd meg, nem pedig így totál halál komolyan véve, érted? Tehát, hogy ez részben azért nem működik, mert annyira kurva ciki, meg annyira nem hiszek neki, nem? Ez tehát, hogy, zseniális. Tehát, hogy ha még egy ilyen Chester Bennington csinálna, hogyha egy pár kilóval kevesebb izom lenne rajta, de ugyanilyen szőke haja, még talán el is hinném. De ettől a palitól nem hiszek el semmit. Tehát, hogy így, érted, elhagy egy fél gamm kokainért kis csaj, tehát, hogy így... Te nem, vagy tudod, egy olyan nagy doboz izéért, tudod, fehérjét borért. Igen, szóval, hogy nem működik. Nagyon nem. Nekem. Na azért annyit még tegyünk hozzá, hogy nem igazi van itt Wander a zenekar, de ez is egy vicces sztori. Nagyon túlhitz Wanderek. Hogy ugye aztán kijött még egy számuk, csak itt az egész Crazy Town jelenségről amúgy azt kell tudni, hogy ez a lemez ez 99-ben megjelent, de aztán például a Butterfly is valamikor ilyen 2000 végén, vagy 2001 környékén jött már ki, hogyha jól emlékszem. Tehát eltelt egy kis idő azért a megjelenéstől számítva, egyáltalán ez nem volt egy sikeres lemez, pedig rajta volt ez a slágerszám, csak nem ezt hozták ki elsőnek, tehát azzal próbálkoztak valójában, hogy talán a Toxic, vagy valamelyik számukat. Ami egy kemény new metal dal. Igen, tehát ők valójában azzal próbálkoztak, hogy ők egy new metal banda legyenek, és hogy most úgy is mennek ezek a számok, akkor mi is hozzuk ki a keményebb vonalat. És majd lesz egy ilyen ballada. Eleve az nem volt nagy divat, hogy egy lemezről rögtön a balladát hozzuk ki. Most visszakanyarodva például a The Connells esetében is az volt, hogy ez már a harmadik szám volt egyébként, amit a lemezről kihoztak, csak a többi azt jelent, azért nagyon underground szinten mozgott csak. És itt is ez volt, hogy tehát ők mással próbálkoztak, de az nem jött be. Valójában az nem volt elég jó az akkor futó top 10-es nyumetá bandák közé. Úgyhogy nekik jutott ez a nyálgéphezet.
amiben csak még az az extra poén, hogy utána kiosztak még egy számot, tehát ahogy mondtam, a lemezen volt még egy olyan dal, ami nem tartalmazott torzított gitárokat, ellenben tartalmazott egy sample-t, vagy loopot ez is, és ennek szerintem az az extra poénja így nekünk, magyaroknak, mm-hmm. hogy ez ugyanaz a gitár téma volt, mint ami a Gangsta Zoli és a Kártel Való Világ című számában van, csak hogy az hamarabb kijött nálunk. És marha nagy sláger volt. És marha nagy sláger volt. És egy kicsit úgy tűnt, hogy de bassz meg, ez az Amerik, ez a Crazy Town, ez a gangstát hangmintázik. Tudni kell, hogy egyébként ezek a hangminták abban a korszakban nem minden esetben úgy történtek, mint mondjuk a DJ Muggs a Cypress uh-huh. Hill-be, hogy ezer éves, úgy értem mondjuk 40 éves jazz lemezeken kutakodik a kis dobminták felé, hanem hát ez egy másik vonal, ez a kevésbé elborult producereknek igen. való vonal. Konkrétan ilyen sample CD-ket lehetett vásárolni, amire hát nem igazán ismert meg régi számokból kimintázott dolgok voltak, hanem zenészek fölvettek különböző gitártémákat, dobtémákat, fúvósokat, stb. Ez most is egy létező műfaj, csak mondjuk most annyi van, hogyha mit tudom én, előfizetsz a Splice-ra, akkor ott végtelen mennyiségű vokál, szempölt, gitárt, akármit tudsz lekölteni. Hát meg ez van stockfotó, stockzene, stockvideó, reklámokhoz. Na, jól mondod, ez tulajdonképpen egy stockzene. Igen. Tehát itt fogták ezt a gitárt, kivették, megcsinálták. Egyébként, ha jól emlékszem, akkor nem az volt, hogy ugyanezt a gitártémát, vagy ennek egy nagyon pici részletét, vagy valami is, az Ákos is használta. De ezt te mondtad nekem, hogy talán az Ikonom, valamelyiken rajta van, de ennek majd utána akarok hallgatni, mert most így nem ugrik be. Vagy egy olyan fúvós témát használtam, ami a Való Világban volt, de mindegy, de ott pontosan ugyanazokban az években ilyen téren is voltak átfedések. Hát nem, mindegy, nem ciki ez, csak ez van akkor, hogyha... Amúgy valójában az. Valahol az. Valahol az. Tehát értem, most is megvesz egy stock zenét, vagy egy stock fotót, de reklámra használod, de nem egy ilyen egyéni produktumként akarod előadni. Tehát, hogy talán ez az a korszak, tudod, amikor amúgy bassza, még tele voltak a stúdió, mindenki stúdióba ment, az tele volt stúdiózenészekkel, meg mit tudom én, tehát nehogy már nem tudtak volna bérelni valakit, hogy így csinálj valami egyénit három akkordból, de tök komolyan. Tehát, hogy... Hát meg itt még a magyar lemeziparban is komoly pénz volt. Igen. Tehát most pont itt a Való Világ, uh-huh. vagy mi az a Eldorado lemez kapcsán, hát ott a Jó, a Rossz és a Kártelt, azt tudod, azt tényleg kiutaztak Amerikába, és ott leforgatták uh-huh. egy ilyen filmstúdióba. Ma meg mindenki elmegy a egyeki filmstúdióba, vagy ahol éppen fel van húzva izé New York, és például ez is szerintem egy ilyen tök ciki jelenség, hasonló ehhez a stock sample felhasználáshoz, hogy volt egy néhány évvel ezelőtt, hát most már lehet, hogy ilyen 5-10 éve, hogy szerintem valami film kapcsán, vagy lehet, hogy ez ilyen állandó stúdióberendezés, én nem tudom, de így föl volt húzva egy ilyen New Yorki utca aha. Egy ilyen filmstúdióba, és akkor így a magyar klipek közt így, tudod, így láttál egyszerre ötöt, ami ugyanott játszódik. És emlékszem, hogy játszódott ott valami Jani Csákveca, Iri Mafia, a kezdeték, jó, ők az Iri Mafias forgatáson maguknak ott felvették, de hogy így több klip is ugyanott játszódott, és hogy tudod, ilyen eleve kicsit olyan nevetségesnek ad szerintem, hogy egy magyar zenekar ott sétálgott Brooklynban. De az meg ebben, de 98-ban a mit tudom én, Magneoton, az kifizette a zenekarnak, vagy a Universal Hungary, nem tudom, kifizette a zenekarnak, hogy repüljetek ki Amerikába, és az még azt is hagyta hozzá, hogy nem az ilyen fapados repülős korszakról uh-huh. beszélünk. Tehát ezek rendes kiutazások és hotelezések időszaka. Igen, valahogy, tehát azért mondom, hogy nehogy benne lett volna pénzügyi gitáros. Jó, én a gangsteriktől ezt még annyira nem is tartom kellemetlennek, de azért egy amerikai rock produkciótól, ahol azért a szemplőzés kurvára nem divat, és oké, hogy ott vagyunk, amikor... Tehát nem így. Nem, tehát ilyet nem csinált a Limp Bizkit, se a Korn, se a Rage, se senki, tehát hogy oké, hogy ők itt operáltak a hip-hoppal, meg mit tudom én, de... Yeah, senki nem várott soha volt ilyen stock zenéket, hogy akkor most abból csinálja meg a dalát. Szóval kurva kellemetlen egy zenekar ez, és hál' Istennek
már nincsenek. Vagy nem, nem tudom, hogy vannak-e még, de nagyon remélem, hogy szerintem nincsenek, nem, és nem is lesznek, ez nem az a dolog. Eszembe jutott még 99-ből valami. Na? Hogy Bonfunk MC-től a freestyle-a. Hú, igen, igen. Egyébként ők valami svédek, vagy finnek? Finnek. Igen. Jó, oké, igen, hozzáteszem, hogy nekik vagy 3-4 dalukkal tele volt a slágerlista, igen, Fly Girls, igen, meg az Up Rocking Beats, meg mit, tehát ez egy csomó slágerük kijött abban az évben, ami azért nagyon-nagyon szól, de azt én, hogy mondjuk az örökké valóságnak, annak ez a bizonyos Freestyler című dal. Ja. Ami, fú, nagyon menő. Nagyon menő, és én múltkor újra néztem a klipjét. Aha. És még mindig tök jó pofa az egész, igen. még mindig jó, nekem óriási nagy nosztalgia faktor is van, de azt éreztem, hogy ez még mindig egy nagyon nagy party zene. Igen. És itt azért az is fontos, hogy ez egy, végülis egy drum and bass, vagy breakbeat szám, ami megint csak egy olyan műfaj, amiből nem szokás a rádióba, meg pop zenei berkekbe utúlságosan agyonnyomni ezeket a groove-okat. Igen. És igen, és tehát, itt megtörtént. Itt konkrétan az van, hogy a drum and bass, ami azért az egyik ilyen leginkább ilyen underground, vagy elvontabb elektronikus zenei műfaj. És az egyik legangolabb. Igen, az úgy konkrétan elkezdi döntögetni a slágerlistákat is, és hát ez, mondom, ennek a csúcsa valahol majd a pendulum lesz jó pár évvel később, de itt már megvan az előszele, hogy azért a drum and bass alapokra már lehet slágert írni. Meg hát mit tudom, én az életben nem láttam még MP3 lejátszót. Tehát, hogy az a kölyök ott mi a szart nyomogat, azt én mondjuk így még 3 évig nem tudtam. Vagy 4. Nem, vagy nem tudom. Tehát, hogy gondolom, mit tudom én, lehetett rátenni 10 megát, és csak a freestyle lehetett végig. Csak a freestyle végig. Volt rá, igen, igen. 128 kilobit per szekundum a tömörítésben. Valószínűleg erről van szó, de mindegy, tehát tényleg ezt mai napig meg tudom hallgatni, a dal is zseniális egyébként, tehát pláne azok az ilyen bálna hangokkal, tudod, amivel indul, mert azt hiszem azok vannak lúpolva. Fú, meg nem tudom, szitár van az elején, valami keleties hangszer van az elején. Nagyon jó szám. Jó kis scratchelés is. Így van. Ami így van. Hogy eltűnt. Igen. De nem úgy, hát a következő dalban is mondjuk van. ez aztán keményen nyomja a nosztalgia faktort. Egy másik ilyen nagyon ilyen ezredforduló szubkultúrát mutat be, nem, vagy annak a himnusza próbál lenni, vagy talán az is, én ezt nem tudom. Igen. De lehet, hogy csak próbál. Próbál, mert hogy szerintem annak is a 14 év körüli részét szólítja csak igazán meg, nem? Igen, ez az OPM, Heaven is a Half Pipe című dal. Deszkás opusz, bringások, gördeszkások, mindenki magának érezheti. Ugye azért ez az az év, amikor már a tankcsapda is bringás, gördeszkás pályán forgat videóklippet. Hú, melyik volt az? Ez az Agyarországon az egyik kedvenc számunk, és annyira cikk, hogy most nem jut eszembe a címe. Az ágyékai zomágja, ez a kulcsmondat a dalban. És annak a videóklipjén, a szarányomta a Viva, emlékszem, és azt már így egy ilyen pályán forgatták. Szóval már ez az a szint, amikor már a, mit tudom én, kicsit ilyen idősebb, de még erejük teljében lévő előadók is egy picit nyitnak ebbe az irányba, meg ennek a szubkultúrának az irányába. De ez nem a Pokol Diszkó, nem? Nem, annak nem volt videóklipje. Ez a Mindig Péntek. Ez volt a címe. Igen. Na hát azért ez egy elég jó szám, arra szánnék egy dalt is. Igen. Lassan. Így van. Szóval, hogy nagy divat ebben az időben. Majdnem mindenki deszkás cipőben jár, vesszük a DC-ket, a Vance-eket, a mit tudom én miket, bőgatja, mindenhol látsz a városban bringázó, deszkázó gyerekeket. Igen, mert egyébként mostanában látom újra, most megint jön vissza, de egy elég sokáig eltűnt. Szerintem ebből az egész kultúrából nagyon sok minden eltűnt. A graffiti is, ez a klasszikus értelemben vett ilyen scratchelős DJ-zés, az is eltűnt. Úgy értem, hogy a zenékből is,
De az a fajta DJ-zés, mint olyan is eltűnt, hogy egy valaki kiálljon, és akkor így átkeveri a zenéket. Igen, a graffiti, a break, tánc, szóval, hogy ezek a mi kölyökkorunkban ilyen, tudod, ezek voltak azok a csávok, akiket így néztünk, hogy azt a kurva pörög a fején. Emlékszem, tesómék, ők nagyon tolták a görkorizást, és ott, ahol mi laktunk, nem messze volt egy ilyen, hát valami garázs lehetett alul, és szerintem egy ilyen plac, úgy hívtuk, egy ilyen tulajdonképpen göröngyös beton aszfalt építmény, és akkor onnan ugráltak, lementek a szlájdolások, a korlátokon, stb. És ugye el lehetett menni, az most is van, talán Görzen áll, meg ezek a görkori is BMX-es helyek. És most egész sok helyen újra láttam, tehát ott a Lágymányosi híd környékén is. Ó, igen, ott is van építve egy pálya nekik, nem, bocsánat, a Petőfi híd alatt. Igen. Meg hát egy időben ugye nagyon sok helyről ki voltak tiltva, tehát emlékszem, hogy az a nagyon nagy gáz volt, hogy a Gödörnél, ugye, amikor a Gödörhöz odaszoktak a fiatalok, most már ugye akváriumként ismerik szerintem a Erzsébet tér. Így van, hát ott azért cseszték szét rendesen a követ, meg mindenfélét a deszkás arcok. De ott is most már van egy pálya. Így van, pontosan. Tehát, hogy azért erre figyelnek, meg azt, hogy egyébként belegondolom, hogy mennyire egy ilyen veszélyes sport. Tehát tényleg, hogy mondjam, a foci se semmi, sőt, szerintem sokkal kevésbé tűnik agresszív és veszélyes sportnak, mint amennyire az, hogy milyen, miket lett vele eszembe. Tehát az emberek nagy része, a fiatalok nagy része, a gyerekek nagy része az ilyeneket csinált mondjuk az előtte lévő évtizedekben, tudod. Hintázni se veszélytelen, de azért tényleg az, hogy ilyen extrém sportokat nyomjanak itt tömegével a srácok, azért az ekkor jön be, meg pláne amikor ehhez még mondjuk bejön a Yamakasi film, és akkor mindenki elkezd parkűrözni, tudod? az még az megint azért, egy ilyen... Az azért már túlzás nekem. Igen, igen, így van, de hát ennek is egészen sok követője volt itt a Magyarországon. Igen. Na minden... El tudunk erről a dalról valamit mondani azon kívül, hogy... Persze! Na mit? Ez egyébként egy Los Angeles-i ilyen fél mexikói banda, és egy gang. és csináltak több lemezt is, amúgy ilyen hip-hop előadóként tartják őket számon, mint triót, de azért ez mindig egy kicsit olyan, tudod, van egy kicsit ilyen poppánkos, gitározós vonala, szerintem a zenéjük amúgy a Sublime-hoz hasonlít, van egy kicsi ska benne, de olyan, hogy hívják azt a zenekart, tudod, akik a Shreknek főcímzenét csináltak, na mindegy, ez egy kicsit nekem ahhoz hasonlít, hogy tudod, olyan gyerekeknek is el lehet adni ezt a produkciót. hát a szöveg az meg annyira bugyuta, tehát, hogy tulajdonképpen, hát itt mindenki baszogat, úgyhogy ha majd meghalok, akkor remélem ott gördeszkázhatok egész napzal, körülbelül ennyi a mondom. De jó poén volt, meg ahányszor meghallom egyébként, akkor mindig így előjön egy ilyen, egy ilyen jó kedv, egy ilyen jó nosztalgia. Kicsit hasonló, amitről azért nem akartam beszélni, mert igazából már a kidrokkos résznél előttük, de ez az Uncle a Follow Me. Nem? Tehát az ugyanez a korszak. Feel Good. Igen, Feel Good, nagyon jó szám, azt ha nem ismeritek, hallgassátok meg mindenképpen, de arról se lehet sokkal több mindent elmondani, mint amit már egyszer elmondtunk a kidrokkos részben. mindegy. No de... tovább megyünk egy évet. Nem, nekem nem eszembe jutott. Jó, kérlek, folytasd. 2001, zseniális év. Aha. Afro Man, Because I Got High című száma. Szóval az, hogy a drogfogyasztásról lehessen egy ennyire nyílt számot csinálni, ami oké, hogy ma ez menne a neten, de hogy ment a rádióban, meg a tévében, meg mit tudom én, na ilyet sem vagyok benne biztos, hogy lehetne ma csinálni. Meg ugye ez egy kaliforniai fazon, de azért ekkor, tehát még nincsen Kaliforniában legalizálva. Tehát azért még egészen messze vagyunk. Most mondjuk már az is alap. De igen, ez megint annak a témaköre, hogy tulajdonképpen az, hogyha arról szól a te számod, hogy be vagyok tépve egész nap, igen, az azért ritkán szokott kvázi ilyen tévécsatornákon rotálódó slágeré hangzsálódni, nem? Hát, hogy ne, meg egyébként nem azért, de szerintem a fűfogyasztást éltető
dalokhoz, dalokról valójában lehet egy külön műsort is csinálni, mert azért van egy ilyen evolúciójuk. Akár itthon is. Akár itthon is. Nem tudom, talán a Bob mondjuk Merlivel indul az egész Smoke to Joints. Smoke to Joints, igen. Ami úgy nyíltan kimondja, és nincsen nem ilyen implicit fasságokkal, meg szimbólumokkal, most tudod, akkor elhazudjuk, hogy mi történik valójában, hanem így nyíltan kimondjuk. Talán ő indítja. OJ Simpson a jege-jege. Magyarországon azt, meg hát négy ütem, érted, a Subbase Monster-től. Tehát egyébként meglepően sokan csináltak ilyet. Ami az egyik legfantasztikusabb megfogalmazása az egész témakörnek szerintem, meg az mennyire zseniális klip. Igen. De egy Subbase Monster adást azt amúgy is. Szerintem is jó lenne. Muszáj lenne. Az Afroman, tehát hogy vele utána lett valami? Vagy... Hát hogy ne lett volna? Teljesen lecsúszott a fazom. Tehát konkrétan az volt, hogy még utána jött ki egy száma, a East Pandale, nem tudom, arra még emlékszel-e, nagyon-nagyon hasonló volt, aztán volt karácsonyi lemeze is, meg ilyesmi. Egyébként a Because I Got High-nak van egy ilyen extended version-je, tehát az nem tudom, 6 percen keresztül megy ugyanaz a... és még több szituációban mondja el, hogy miért alakult úgy az élete, ahogy alakult már addig is, pedig azért, mert be volt tépve, és hát eztán is így alakult, szóval teljesen lecsúszott, valószínűleg elszívta az összes pénzét, és mindezt odáig vitte, hogy ő már ilyen gitáros előadóként tartja magát számon, egy ilyen hófehér, kétnyakú Gibson szokott a nyakába lenni. És hát utoljára szerencsétlen azzal volt a hírekben, mit tudom én, 5 évvel ezelőtt, hogy hát fellépett valami, eleve az van, hogy egy ilyen vendben lakik. Aha. És akkor járja az országot, és hát így haknizgat. Ugye van két száma, de hát annak úgy amúgy tudnak örülni emberek. Persze. Tehát végül is ez egy létező műfaj. De hogy azzal került a hírekbe, hogy fellépett, és ott gitározott, és akkor éppen valami szólót játszott, de egyébként az egész zene az meg full playbackben csak úgy ment mögötte, és egy csaj fölugrott a színpadra, és ott elkezdett táncolni mögötte, ő ezt észrevette, és ezt úgy reagálta le, annyira felbaszta, egyébként azért, mert szerintem éppen nagyon rosszul szólózott, hogy hát így lebaszott egyet a csajnak, hogy lerúgta a színpadról, vagy valami ilyesmi, és akkor tulajdonképpen, amikor úgy, ja, így volt 20 éve egy slágered, de ami amúgy arról szól, érted, hogy mennyire chill csávó vagy, de ezek után azzal kerülsz a hírekbe, hogy leütöttél egy nőt, az az elég kellemetlen. Igen, mindennek az alja. Igen. És igen. Hát ezzel kerülsz. Nagyon ciki. Fú, egyébként most, hogy ezt mondod, hogy mennyire nem működhetett az árukapcsolás, hogy ki az az állat, aki egy karácsonyi CD-t vesz, ami afromenes, de most de az a rétegi, gondolok, ilyen rendes amerikai nyárspolgárok, akik karácsonyi CD-t vesznek, tudod, meg fölvesznek ilyen pulcsikat, meg nekik ez fontos, és akkor így szeretnének egy füves lemezt karácsonyra. Hát de most miért a füvesek is ünneplik a karácsonyt? De azok nem vesznek karácsonyi CD-t. Tehát, hogy afromenes akkor se vágott. Tehát, hogy én nem tudom, hogy ez kinek szólt. Tudod, jó, lehet. Karácsonyi lemez azért szinte minden előadónak van, tehát olyan sztároknak is, mint a Billy Idolnak is van. Az kurva, az kurva, jó, igen. Meg a Lynyrd Skynyrdnek is volt karácsonyi lemez, de igen, értem, hogy mire gondolsz, hogy mondjuk az a rocker anyú főzi a halászlevet karácsony, ez igen. Meg a... Ez meg mi? Hogy az egész karácsonyfa az egy ilyen hatalmas nagy gambi. Na igen. Na mi ez, nekem ez teljesen lehetetlennek van. De hát ahogy mondtad, hogy a Pali hol tart jelenleg, hát valószínűleg nem lett sikeres ez a produktum. Na de menjünk át akkor 2001-be. Ja, igen. 2001-be. Hát ez a Jimmy Eat World. Aha. Ami szerintem... a legtökéletesebb partislágere az ezredfordulónak, rock, punk partislágere az ezredfordulónak, nem? Na eleve az van, hogy itt szerintem az egész felsorolásunkból a Jimmy Eat World az a zenekar, akiken talán így a legtöbben felháborodnának, hogy ide soroljuk. Uh-huh. Aztán lehet, hogy nem így lesz, lehet, hogy egyébként rohadtul nem ismerik az emberek, csak azt akartam ezzel érzékeltetni, hogy azért ez az a zenekar, ami egy mai napig működő és alkotó
csapat, és egyébként szép sikereket értek el, de azért valahol azért olyan undergroundok maradtak, és velük kapcsolatban meg azt érzem, hogy tudod, ők így ez tök jó helyen vannak, szerintem ott, ahol vannak. Igen. De az tény, hogy egyetlen olyan slágerük volt, ami mondjuk eljutott Magyarországra is 2001-ben. Igen. Meg filmekben használták föl, meg amit, hogyha meghallasz egy barbanegrás rockdiszkóba, vagy régebben a rocktogomba, akkor felismerted, és ugyanúgy táncoltál rá. Így van, tehát ez a magyar köztudatban, meg szerintem az egész európai köztudatban nincs, egyáltalán nincs benne ez a zenekar, ezzel az egyetlen slágerre, de ezzel nagyon. Uh-huh. Tehát, hogy ez egy olyan lenyomatot képezett, hogy tényleg azonnal eszembe jut a, nem tudom, fiatal korom, meg pláne az a videóklip, amit Rommá játszott, az MTV, a Viva, meg minden elképzelhető csatorna, ami szerintem az ilyen legjobb házibuli videó egyébként, ever, tehát tényleg így nem tudom, hogy alapvetően ugye a házi buli, meg annak így a szimbóluma az mit jelent úgy átlagban a tininek, pláne hogyha ez még medencés is, ahol mindenki hát ugye próbál megszabadulni a ruházatától, mindenki bulizik, mindenki smárol, te pedig egy ilyen kis szerencsétlen fiúcskaként megérkezel oda, ráadásul persze a zenekar az ott játszik a köztetek. Van benne egy rock and roll szóló, ami leginkább az 50-es éveket idézi, és én különösen ezért szeretem ezt a dalt, mert az annyira váratlan volt, hogy egyrészt ott vagyunk abban az időszakban, amikor nem nagyon szólóznak az előadók, jön valaki, aki szólózik 50-es évek stílusban. Ilyen rock and roll bugi szóló. Fú, egyébként megtanultam ma délelőtt annyira. Tudod, így meghaltam újra, mondom, úristen, ezt a szót derék hallottam, ezt gyorsan mondom, hogy van ez, gyorsan le is szedtem. És egyébként, hogyha már itt Jimmy Eat World, akkor visszaléphetnénk egy évet, mert hogy elrontottunk, és valami nem jutott eszünkbe, ami szintúgy egy ilyen gimis álmokat, meg gimis életet megörökítő egyslágeres banda. A Vidas? Így van. Vidus? Teenage Dirtbag című. Aha. Hú. Ez a nerd rock, vagy geek. Igen, aki egyrészt egy picit úgy néz ki, mint a Johnny Depp a Félelem és Reszketés Las Vegasban című filmből. Aha. Nagyon hasonlít rá, nem? Van benne valami, de én meg sokáig egyébként ezt így full azt hittem, hogy ez a Weezernek egy száma. Igen. Vagy hogy így ez az a karakter. Persze mondjuk azért egy annyira unikum ez a hang. Igen. Viszont, amivel ez a csávó énekel. Abszolút, abszolút, meg tehát tényleg a dal is így egyszerre kicsit torokszorító, de hát egy ilyen tündérmese, meg nem úgy marha jó a szövege, tehát egy ilyen szerencsétlen srácról, aki Iron Maiden-t hallgat egész nap, aztán egyszer csak a dal közepén, nem tudom, az iskolának a legjobb nője az oda jön hozzá, hogy gyere velem Iron Maidenre, mert van nálam két. Iron Maiden kell hallgatni. Mi érted, minden nem tudom, Geek Wars-nak szerintem ez ilyen nagyon kire, meg érted, 2001-ben van viszont, hogy nem az, én imádom az Iron Maiden, de hogy akkor annál ilyen nyugdíjasabb dolgot szerintem elképzelni nem lehetett, nem, mint az Iron Maiden. És akkor az a refrén, hogy listen to Iron Maiden. Nem, tehát nagyon-nagyon vicces. Óriási. Meg hát ez a szám, ez nekem egyenlő az egész ilyen amerikai pite korszakkal. Igen. Tehát az összes tini film. Hát ugye egyrészt a videoklip főszereplője a Jason Biggs. Annyi a szépség hibolja, hogy bár ez csak az amerikai pitének lett volna a filmzenéje, de nem, hanem utána Jason Biggs-el forgattak egy Loser című filmet, ahol hát gyakorlatilag másfél órában meg kell nézni ezt a videoklipet, mert az van eljátszva, kibővítve. Szerintem a legrosszabb tini vígjáték ebből az időszakból. Nagyon béna. De a filmzené az fantasztikus. Amit valaki magyarázom meg nekem, hogy a faszért van itt egy kongás. meg DJ. De az is van benne? Az is van. Lehet, hogy zenekarban nincs, de van scratchelés. Scratchelés van. Akkor miért nem egy lemezjátszó, miért van ott egy kongás? Hol van ebben konga? Mindegy. Ez engem mindig nagyon zavart. Hát biztos, az összes többi számukban nagy perkaszólók vannak, csak hát ebből csinálhatok. Ja, igen. Meg az, hogy az is nagyon vicces, hogy én azon gondolom, hogy szerintem nagyon egyedien szól ebben a refrénben a szóló gitár, a riff. Aha. És
az egy nagyon érdekes momentum, ha hihetünk a videoklipnek, hogy nincs szólógitárosuk. És csak akusztikus gitáron igen. játszik, ugye, és szerintem az van betorzítva. Igen. És nagyon menő, ha ott kéne még ilyen a pop történetben, de komolyan, annyira egyedien szól az a gitár, hogy hallanék még ilyet. Na mindegy. John Butler. Most hirtelen az jut eszembe, ő egy nekem nagyon kedves, vagy számomra nagyon kedves ausztrál gitáros énekes, és kifejezetten azokat a számait szeretem, amiben akusztikus, vagy akár 12 húros akusztikus gitáron játszik, és azok ilyen nagyon furcsa hangolásokban is használja, és ő azt szokta effektezni torzítókkal, vemikkel, looperekkel, szóval ő egy ilyen ő ennek ezért egy mívelője. Uh-huh. 2001-ben, meg visszakanyarodva, most ugrottunk egyet 2000-ben, 2001-ben na ez megint egy érdekes kérdés, hogy Van Hit Wondernek nevezhető-e valaki, akik egy feldolgozással lesznek híresek, és aztán oké, hogy még egy-két számot megjelentetnek, de aztán lejtmenet. Szerintem úgy valahol igen. Akkor most jön az Alien Ant Farm-től a Smooth Criminal. Hát ez egy Michael Jackson sláger, hogyha esetleg valaki nem tudná, de szerintem mindenki tudja, mert maga a Smooth Criminal is egy akkora sláger volt, ami szinte kiterülhetetlen a pop történetből. És a dal, hogy mondjam, szinte kiállt azért az eredeti, hogy hát az a fő téma az riffesítve nagyon-nagyon nagyot is tudna akár szólni. Uh-huh. És hát igen, kiállt azért, hogy rálépjünk a torzítóra, és hát ők meg is csinálták, és nem azért, de hogy oké, hogy feldolgozás, de valamiért annyira ennek a korszaknak ilyen ikonja lett ez a dal, meg ez a videóklip, nem? Azért is, mert ugye itt a Michael Jackson még egy aktuális viszonylag, igen. Figura kicsit, azért, igen. Tehát például ekkoriban azért megjelenik neki ez a You Rock My Rock World, my igen, című, igen. Ilyen elég hosszú klipje, emlékszel, az azért sokat ment. Mondjuk már az is egyfajta comeback volt, tehát azért ott már a historitól azért eltávolodtunk, amikor az utolsó ilyen gigaslágereit kitermelte. Minden esetre azért ő itt mégiscsak még egy élő karakter, és szerintem azért nagyon jó eleve a dalválasztás, mert te azt mondod, hogy nagy sláger, de pont azért, mert még viszonylag aktuális a Michael Jackson, és még csak néhány éve jöttek ki, tudod, az olyan számok, mint a Earth Song, tehát amikkel azért nagyon eltávolodott ezektől a Thriller, Beat It, Smooth Criminal vonaltól. És hogy viszont ezeken a számokon belül szerintem a Smooth Criminal valahogy talán egy kicsit kevésbé ismert. Tehát azért tényleg a Thriller klipje, a Beat It, ezek szerintem azért ebből az érából sokkal nagyobbat mennek, szerintem pont azért nagyon jó a dalválasztás, mert hogy ez egy nagy sláger, de azért egy picit, mint hogyha éppen eltűnt volna, vagy úgy elfelejtették volna az emberek, de azért még tudod, még ott van valahol a tudat alattiban. Van ebben valami, amit mondasz? Mert például rá pár évvel a Fall Out Boy. Igen. Bocsánat, ja, persze, ők megcsinálták a Beat It. A Fall Out Boy megcsinálta a Beat It-et. Igen. És szerintem az már nem ment akkorát. Akkorát nem. De nem ezért. Lehet. Mármint, hogy nem az Alien Ant Farm miatt. Tehát, hogy ez egy elsütött recept volt. Nem? Lehet. Ez a berakosítjuk a Jackót. Lehet, hogy igazad van. Lehet, hogy igazad és van. És azóta se volt ilyen. Nem. Istennek. Nem, igen, én se hiányolom egyetlen egy dalát se, így újra játszva rokkosítani. Igen, valószínűleg ezt egyszer lehetett előni, és lehet, hogy igazán, hogy tényleg nem annyira ismert ez a szám, mint mondjuk esetleg a többi abból a korszakból. De valaki előtte, szóval az Alien Ant Farm ezt megcsinálta. Hát meg talán jobb ez a dal rockban, mint az eredeti. Tehát, hogy szerintem jobb lett ez a dal, mint az eredeti. Tehát, hogy a Beat It nem lett jobb. Na ez az. Tehát akkor jó egy feldolgozás, mint mondjuk a Hurt, vagy a Gary Jules, hogy más lett, jobb lett, megkapta még azt, ami talán hiányzott belőle, illetve ugye egy olyan klipje van, amiben egyfelől a Jacko jelenséget, meg poént is megidézik, de megint csak ez a 2000-es évek elejé amerikai házi buli korszak van, ez a felhőtlen öröm,
kim vagyunk a gyepen a ház előtt, és ott isszuk a műanyag pohárból a bólét. Hát meg szerintem ilyen nagyon okosan figuráztak ki benne a Jackot. Egyrészt úgy, hogy nem sértő, a másik meg az, hogy tényleg nem így direktbe face-to-face lenyúlni a stílusát, vagy a poénjét a videókat, hanem tényleg egy srác, aki egyszerre brékel, tudod, de egyszerre idézi meg a Jackónak a mozdulatait, ott ugye táncol, egy csajszi farkas maszkban, de fürdőruhában beleugrik a vízbe, aha, ott az a majom az énekes mellett, tehát az egészben van egy ilyen tisztelettudó magatartás, én úgy gondolom a videóklip részéről. 10/10. Hát és ugye végénél vagyunk, mert hogy 10 évet akartunk felölelni, és ebben egy olyan utolsó dal csusszant be még így 2002-ből, ugye 92-es számmal kezdtük az egészet, ami szerintem egy tök vicces sztori. Tehát eleve az van, hogy egy zenekar, aminek az a neve, hogy A, azaz egy A betű. A Google korszakban ez így. De akkora kapufa, akkora kapufa, az meg a Spotify-on nem tudod normálisan megtalálni ezt a számot, tehát akkor sem, hogyha tudod, hogy te a A-től a Nothing-ot keresed, alig tudod megtalálni. Meg nem, YouTube-on könnyebb dolog. Azért beszélni is elég nehéz róluk, mert egy olyan előadó, akinek az mondja, hogy A, és hogy a dal szöveg az, hogy Nothing, és szerintem a dal se szól semmiről, az egy nagyon gyermeteg a szövege. Elég kellemetlen. Na ez ilyen, még inkább, ha már azt mondtuk, hogy ugye a nu metal az a slágerlistákra tör, akkor ez is ezt használja ki igazából. Igen. Ez a dal. Főként, mert nagyon vicces, hogy ez egy angol zenekar. Eszembe nem jutott volna, baszki. Pláne, hogy van az a másik dolog, aminek a Starbucks című dal. Az annyira amerikai, hogy szerintem Amerikában is játszódik, tudod. Miért Starbucks? Hogy lehet ilyen dalcímet? Mindegy. De hogy ez teljes, annyira amerikai íze van, hogy ez eszembe nem jut el, hogy ezek angolok. Viszont egy 20 éves számról beszélünk, és a mai napig itt van előttem a klipje, itt van a fejemben ez a dal, tehát nagyon ragadós, és tényleg nagyon megmaradt. Tök jó szerintem a klip, azért tegyük hozzá, hogy itt azok a trükkök vannak nagyjából elsütve, mint amit egy Matrix korszakban minden klipben elsütöttek, de azért mégiscsak poén. Azon gondolkoztam ezzel a dallal kapcsolatban, hogy ha meghallgatod, akkor ez rögtön egy olyan riffel indul, ami, hát már többször beszéltünk erről itt a műsorban, hogy Rage Against the Machine meg Rammstein kapcsán is, hogy ez nekem ez a Kashmir riff, én azt szoktam erre mondani. Amikor ez a jó, igen. Lépkedünk kromatikusan, és szinte ugyanez a ritmus, nekem mindig a Kashmir jut eszembe. Igen, ez már nem kromatikus, tehát a ritmizálása ugyanaz, de azon belül szerintem egy szimpla mol skálán mozog, szóval hogy annyira nem, de amúgy igazad van, szóval, hogy a lüktetése az ugyanaz. Jó, de azt akartam ebből csak kihámozni. A Rage Against the Machine első lemezekor, a Wake Up című szám kapcsán, az teljesen egyértelmű volt a tagok részéről, akik ugye eleve azt mondták, hogy mi a Led Zeppelint keverjük a, mit tudom én, Public Enemy-vel, szóval, hogy ez a koncepció, akkor ott, hogyha megszól egy ilyen riff, akkor az teljesen egyértelmű, hogy igen, ez egy olyan riff, ami így a Led Zepp hatásból jön. De azon gondolkodtam, hogy itt mondjuk 2002-ben egy A zenekar kapcsán, de tök mindegy, bármilyen zenekar kapcsán, éppen fölnő egy olyan generáció, aki mondjuk 5 évvel ezelőtt hallotta a Rage Against the Machine első lemezét, és hogy mondjuk ennek kapcsán már valószínűleg inkább azt mondják, hogy olyan rage-es ez a riff. Nem? Lehetett ez így? Nem tudom, hogy akkor már lehetette. Megmondom őszintén, rám nem volt nagy hatással ez a dal, de nagyon, nagyon tetszett. Tehát tényleg egy ilyen fülbemászó sláger, csak nagyon sok tartalmasságot nem éreztem benne, és úgy sose gondolkodtam el rajta egyébként mélyebben, hogy a hangszerelés szempontjából ez most mire hajaz. De amúgy, igen, itt valószínűleg már a Rage az átkötés, nem a Zeppelin.
Amúgy az elég idegesítő hangja van a csávónak. Ja, amúgy szerintem van benne egy picit Bruce Dickinson, tehát én ezt elhinném, hogy ezt Iron Maiden dalról lett levágva, legalább bizonyos részein a dalnak. Ezt aztán a Billy Talent járatta csúcsra. Igen. Ő Bruce Dickinsonosabb amúgy szerintem. Tehát, hogy jobb hangja. A Billy Talent kicsit ilyen furcsa énekelnek. Kinézetében meg van egy kis Dexter Holland azért. Az is, meg ez, én nagyon sokáig azt hittem, hogy ez a Michael Bay, aki a Terminátorban játssza Kyle Reese-t. Tehát, hogy ő nagyon eltűnt ugye 80-as évek után az Alien... Eltűnt és visszajött egy éj nevű zenekarban. Én azt hittem, ez a Michael Bay. Na mindegy. Valahol szerintem itt kell, hogy befejezzük. Hát itt bizony. Igen, de nem azért, mert hogy nincs több. Na eleve az van, hogy minden évben vannak ilyen bizonyos One Hit Wonderek, tehát itt most nyilvánvalóan nem a Ketchup Songról akarunk mi beszélni, de egyébként egy csomó olyan lenne, ami tök jó, akár a 80-as években is, az elmúlt évtizedben is. Illetve még akkor nyilván szót sem ejtettünk az olyan dolgokról, mint az ilyen Who Let the Dogs Out, meg társai. Hogyne. Vagy Apollo 440, vagy... Igen. Ugye, tehát... Meg ez mellett még itt vannak a van album Wonder, nem tudom, van ilyen, vagy hogy szokták ezt mondani, de hogy rengeteg egylemezes csodája van a 90-es éveknek és a 2000-es éveknek is, hát amiket majd megint külön-külön kell majd vennünk. Úgyhogy azt nagyon-nagyon-nagyon várom azt is. De minden esetre örülünk, hogy itt voltatok. Írjátok meg kommentben a ti kedvenc One Hit Wonder-eket, vagy hogy mondjuk ezek közt volt-e olyan, amit nem ismertetek, ja. Például a Spaceman, a Babylon's Utopia nekem. Ja. Hát, jók legyetek, elég meleg van mostanában, ígyatok sokat. Tudjátok, két sör és egy tüske, így kell védekezni a hőség ellen. Nem, azt mondja, megiszok 3 liter sört és 2 tüske. Jó. Szóval kellemes alkoholfogyasztást. Mi is bedobjuk, amit be kell, azt hiszem most. A törölközőt. Úgyhogy megyünk is. Hallgassatok One Hit Wonder-öket. Jók legyetek. Sziasztok. Találkozunk hamarosan. Sziasztok. Hello.